A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Gyerekek, meg lesz ennek a melegnek a bőtje szerintem. Én már látom ezt a január végi, február elejé időjárást. Nem, csúnya lesz. Nem, nem, nem. Csúnya lesz. Ez nem az idő, csak kimelegettél! Hey! Györgyeiek vagytok? Milyenek? Györgyeiek? Györgyeiek. De látom én ezt a márciust, hogy nagyon hideg lesz, nagyon hideg. Ugyanaz, mint tavaly. Tél lesz, soha el nem múló. Fagy lesz, ahogy ugye a mormotás filmen mondták. Ez nem természetes. Hát, remélem nem kell átülni senkinek az autójába. Kapjuk majd a belügyminisztériumtól, hogy üljél át egy másik autóban. Tehát ültek volna szegények, csak nem tudták nyitni az ajtót, mert az egyik oda szalakorlát volt, a másik oda meg egy kamion állt, vagy a hó volt. Tehát, meg nem látták a másik autót, meg, a hófaltok. Meg nem nagyon látták a másik autót, igen. De hogy ez nem természetes. Tehát ami most van New Yorkban, ha szépen Londonon keresztül ide megérkezik, az a sarkvidéki idő, már pedig állítólag erre jön, azért az nem lesz szórakoztató. Amerikában mostanában ilyen mínusz 50 fokokat. Hát nagyon, igen, a keleti parton. Ott most nagyon cudar idő van, mínusz 30. Kanadában mértek van mínusz 80-at, tehát annyit még az Antarktiszon se. De hogy állítok, ez jön erre? Hát nem vidám. Erre nem mi történik vidám. A kazánommal tegnap? Elolvasom ezt a hírt a Wikinek. Csak is. Gyönyörű kazánom. Újra. Miért küldött egy hírt? Wifin keresztül a kazánod? Vagy elolvastam ezt? Arról beszélgettünk tegnap, gyerekkel, hogy olvasgattam a híreket, és mondom, figyelj, jön a hideg. És mondja, Viki, itt is olyan hideg van, nem? Viki nagyon fázos. De hogy van hideg, ne viccelj már, hogy lenne már hideg? És mondja, jéghidegek a radiátorok. De minden, nincs padlófűtés, semmi nem működik a házban. Cipő föl, elemlámpa, felcsatol, lámpára, Benny megkapja a kis bukósisakot, ő is megkapja a kis elemlámpát a fejére. Vonulunk le. Lementetek a négyes tárnába. Szénért. Igen, jó szerencsét, Benny. Jó szerencsét, apa. Benny azonnal vette az alkalmat, lehet szerelni. Elindultunk le Mordor bányáiba, vagy Mordor sötét mélyére. És megint nem működik a kazánom. Föl akarom hívni a polgármestert, ahol lakom. Nem én, hogy szóltatok a Smaugnak, hogy gyújtsa be. Igen, hogy valami csinálj. Ott le Mordorba. És föl akarom hívni a polgármestert, mi ismerem, jóba vagyunk. Hogy jön egy új kazán. Nem vagy kis pályás, azért valljuk őszintén. Tehát, hogy érted, elég föntről kezded. Most a szolgáltatót ne is járd végig tényleg egy kazánszerelés, amiért hív föl rögtön a polgármestert. Nem, a kazánszerelőmet hívom, hogy jöjjön. De föl akarom hívni a polgármestert, hogy mi volt ott. De a jegyző az már smafu? Nem, én nem szórakozok. Én nem szórakozok, én sem szórakozom. A polgármestert, tényleg jobban vagyunk. Fölhívom, és megkérdezem, hogy mi volt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt, nézze meg nekem, kutassa föl a községi könyvtárból, vagy valahol. Én biztos vagyok benne, hogy ott vagy bolondokháza volt azon a részen, vagy temető volt, vagy valamilyen kórház, ahol ilyen bolondokat ápoltak, és ott maradt a szellem. Nem létezik, hogy itt minden tönkre megy ebben a házban. Tényleg nem. Nem lehet, hogy a kivitelezőt szúrtál valamit. Itt 10 percenként ilyen, valami tönkre megy. 10 percenként vagy nem tudok kiállni a házból, vagy a kerítésem, hát vagy amikor a kazánom, vagy a hűtő, vagy a mosogató. Tehát mi 5 percenként megy tökre minden. És egyiket megcsinálom, 6 másik romlik el. Amikor voltam nálatok, én rád nyarakodtam, de akkor ezek szerint metán szag volt, ott szeméttelep volt. Nekem az is jó, ha megmondja, mert vannak olyan helyek, amik így, ugye nem jó. Egyszerűen nem jó helyre épült energetikailag. Tehát, hogy és biztos vagyok benne, hogy ott valami olyan volt dolog egy volt. Indiá temető. Arra vagy egy temető, vagy egy bolondok háza. Ne ásatok el ott. Ne ásatok el, mert visszajön, és már nem lesz ugyanaz, mint volt. Mint régen. És kampókézzel jön vissza? Igen, visszajön, és már gonosz csillogás lesz a szemébe. De most tényleg ezt fel akarom hívni. Hogy mondja meg. Hogy nézze meg, hogy tudjál. Egy polgármesternek ezt tudnia kell, hogy mi volt na régen. Persze. Hegyen lakunk, hogy mondja meg, hogy azon a környéken, 50 vagy 100 évvel ezelőtt állt-e valami. Miből ott egy van temető? A hegy? Igen. Miből van a hegy? Mi volt ott elő? Egy temető? Egy kórház? Avarok vére. Igen, egy indián temető? Hát de most komolyan.
és három óra múlva felében, hogy ha Balázska nem volt egyszerű, de a Széchenyibe lekutattuk. Igen, de ez is jó, hogy írassa rá, küldje rá jegyzőt, adja ki feladatba, tudni akarom, hogy mi volt. Szerintem ott valami nem stimmel. Már látom egyébként a jövőt, hogy a következő az lesz, hogy megint átvágják nálatok a, vagy a villany, vagy a gázvezetéket, csak most nem azok, akik a csatornázás művektől jönnek, hanem archeológusok, régészek. Figyelj, ha jönnek csatornázni, akkor valami hülye elvágja a nullás vezetéket, és kiüt nekem 60 dolgot a lakásba, ha hideg, jön a sarkideg, hideg. Tehát olyan, mintha a ház élne és létezne. Mi is vagyunk, ő is van. És ketten együtt harcolunk egymással. Nem találunk egymással. Egyszerűen hihetetlen. De a bocsékkal miért nincsen soha semmi baj? Mert nekünk is most rádióműsorról el tudnám mondani egyébként. Hát nem tudom, hogy náluk mi van, de meg fogom kérdezni. Csak a barbizásra panaszkodik állandóan. Igen. Ha találkozunk, megkérdezem. Na hát semmi nem romlik el nálatok soha? Nem. Nem, mondjuk kazánunk sincs, tehát így azért könnyebb egyen. Milyen fűtötök, meleg vízzel? Aha, nem, fával. Te viccel, de úgy, hogy ami behajlik ág a negyediken, azt így letöröm, és akkor szépen a szoba közepén tűzet rakom. Nem, azt mondtad, hogy a parkettet fölgyújtottátok. Azt már elég, most a tavaly most télen. Mert linoleum nagyon füstölt, azt is mondtad. Nagyon rossz. Nem adott beleget, csak nagyon szar volt a levegő utána. Minden este bedörgüli a gyerekeket kisüstivel. Nem abban fürdünk. Úgyhogy nem kell kazánszerelő, meg van, meg tényleg nem ezért mondom, semmire nincs szükségünk, köszönjük. Csak egyszerűen olyan, mint egy olyan házban laknék. Ja, és akkor elmentem este sportolni 8-ra, squasholtam egy órát. Hogy legalább ne fázzak. Mondom, hogy meg ott van meleg víz. Fáztok, hogy igen. Na mondom, akkor én elmentem sportolni, öltözzetek fel, jó? Igen, ott volt meleg víz, tudtam zuhanyozni. Erre hív a Viki, hogy itt vagyok-e a környéken. Hát attól függ, szívem, hol vagy te. Igen. Mondom, én nem vagyok ott, ne engedve. Hangokat hall a házba. És ott állt mellette a Benny, és... Orkok. Tessék, urukájuk. Igen, nem holmi közönséges orkok kettek. Hangokat hall a házba. És mit mondanak? Engedj be, te szemét, jöttem leolvasni a vízórát. Engedj, hol az a fura vélei kapcsolat? Engedj be, te gyökér. Hatodszorra vagyok itt vízórát leolvasni, nem érted? Ráduszítom az ellenőröket. És mondja a Benny is, hogy anya, hallottad? És ezt én hallom a telefonon keresztül. Anya, hallottad? És mondom, Viki, visszafordulják? Mondom, be vagytok riasztva, olyan diasztó van a házon, amilyen külső, milyen infrás. Tehát nem, megközelíteni nem tudom a házat. Ne fordulj vissza, mert sóbálványává. És mondom, elromlik a kazán, a Viki hangokat hall. Pont arról beszélünk, hogy milyen temető, vagy bolondok háza, vagy kiragad, vagy egy régi házinéni, aki nem engedi el az új tulajdonosnak, és ott járkál, és mindent tönkretesz. Áldozatot kell bemutatnod. Hát a halál komolyan mondom. De még, hogy kakast vágjak le. Nem, emberáldozat, csak az lehet. És mondta, hogy olyan hangokat hallott az alsó szinten, mint a felső szinten tologatnák a szekrényt. És tudod, így vezetek én is egy nagy ködben, megyek éppen a tárt Buda, és tudod, a hideg levert, mondom, Jézus Isten, visszafordulok. Aztán nem kellett visszafordulnom. Ez így nem fura? A helyére hát került a szekrény. Elromlik a kazán. Utána akarok nézetni a polgármesternél, hogy kilakott ott. Erre mi történik? A szellem bejelez, hogy állj le a kereséssel. Állj le a kereséssel, mert kárt teszek benned. A konkrét szöveget ezt lejegyeztétek? Ezt mondta. Ja, Igen, állj le a keresésem, felszedjük. De milyen vagy, felszedjük. Tényleg ez mondta. Figyelj, ma is mondta Benni, hogy hallottad anya, azt mondta valaki, állj le a keresésem. Nem, olyan hangja volt, mint nagymamának, és azt mondta a hang, hogy jöhetek már, mondjuk az ajándékokat. Szóval, hogy ön... Ki kell hívni szakértőket? Vannak ilyen szelleműzők, biztos. Hát már gondoltam rá, hogy fölhívom őket. Hogy jöjjenek, kinézzék. Mondom, az egyetlen megoldás az ember áldozat. Ki az, aki szokott hozzátok járni? A Laci. Hát ennyi. Egyébként. Figyelj, én bemutatok bármit, tehát kecskét, kaka, csak mondják meg, hogy kihez kell. Tehát, hogy ez egy indián istenség, valami nem tudom, Vishnu, vagy Ganesha, vagy Shiva, vagy tehát, hogy... Hát figyelj, lehet, hogy elég, kihez hogy a tartozik? Ételáldozat. Mert szerintem az ember áldozat az már legyen a végső eszköz a kezedbe. Elény szépen építs fel. Tudom, hogy nem szereted a szolgálati utat betartani, hiszen rögtön a polgármester hívod mindig, hogyha valami gond van. Egyenként háztartásik egyszerűen. Én nem, tényleg nem tökölök. Hát most felhívhatnék bárkit, de mit csinálják, ha ismerem? Kamerázzátok be. De mit? Ilyen infrakamerával? Így van, mint a paranormális tevékenységre. Tényleg. Amire az van írva, hogy nyíkt, shot, az nektek jó. Lesz, na olyanból legyen 4 a szobába, és akkor és reggel visszanézitek. Hát igen. Lehet, hogy valaki mászkálott, valaki bolyongott.
egy kazán szerelő minimum. Abból a sokból. Igen, elnézést tudom, ki tudna engedni? Egy fél éve megszerettem a kazán. Még mindig én. Sebestyén úr, még mindig én. Sebestyén, egy fél éve itt voltam, én egy ablak szigetelő vagyok, ki tudna engedni, mert nem támak ki. Kurva, hogy ez a lakás. Ki maga? Én vagyok a rezső, csak nem tudtam azóta borotválkozni, mondjam, mert fürdőszobát se találtam meg, hogy ki engedne végre már, mert hogy május óta már a gyerek azért már sír utána. Igen, megnézni, megmutatja bejárati ajtót. Eddig 6 komornyikkal találkoztam, de egyik sem tudott beszélni. Asszony is parlagon hever. Igen. 6 szolgával találkoztam, de mindegyiknek ki volt vágva a nyelve. Itt ki volt szúrva a szembe. Igen. Nálunk egyébként vakis néma szolgák vannak. Na mindegy, úgyhogy most megint kazán kell szerelnem, gyerekek. De miért nem májusban romlik el? Hát, mert akkor nem működik. Igen, mert akkor nem nagyon tesztelitek. Na, de nem, a kazán akkor is működik. Hát a meleg vizet kell csinálni. Ja, mert azt csináljátok a meleg vizet is. Akkor nyilvánvaló, hogy a fűtési része rossz. Ennyi. Igen? Hát persze, hát a meleg vized van. Egyébként májusban nem romlik el a kazán, csak ilyenkor, amikor fűtesz, akkor a fűtési része van probléma. Az előző tulajdonos elköltözött onnan. Szerinted mellettem elváltak és elköltöztek. Tehát, hogy... Nem, valami nem stimmel. Nem stimmel, gyerekek. Eladó ház van Budapest. Hullunk ott a hegyen, mint a legyek. Ez nem stimmel ez. Kandallót kell építenetek. Kandallót, vagy mit tudom, vagy valamilyen ilyen, amiben rendesen tudtok tüzelni. Érted? És akkor van meleg, amikor tényleg te akarod. Rádobsz egy pár falsábot, némi, mit tudom én, másfél kiló brikettet. Faszelet, de az ott még azért nem lesz meleg vizem meg, tehát azért az még azért nem oldja meg, vagy berakom oda egy ilyen pográcsba a meleg vizet, és egy ilyen konyhai kesztyűvel fölviszem a kárba, beleöntöm, hogy visszarakom a kazánban. Legyen minden este bográcsgulyásotok, az is meleget ad, mert hogy a bográcshoz kell, vagy lehet érte flekkensütést minden este, akkor is meleg van. Valami ilyesmi. Igen. Azt írja valaki, hogy Bali, ha a város szélén laksz, akkor ott kórház volt. Jó, pont a város szélén lakom, úgyhogy igen. Akkor ott tényleg, ott régen kórház volt. Igen, igen. De van egy pultunk is, és ott mindig nők vannak a pult mögött, úgyhogy... Tényleg egyébként, amikor voltam látok, nekem nagyon schwarzwaldos volt az egész. Igen, ott volt Udo Brinkmann. Az én voltam. Ja, tényleg, te voltál. Szólíts csak Sassának. Na mindegy. Sassáról együtt kiderült most, hogy... Nemrégiben soft porno filmek, az 30 éve de most komolyan. Most derült ki, ez egy a 30 számomra. Éves sztori. Igen, én mondtam neked. De az a baj, hogy én a soft pornot azt átugrottam, ugye, hogy te is ugye... Türelmetlen voltam. Te is rögtön a polgármestert hívod, én is rögtön. A hárdal kezdtem. Te az Orlovszkival indítottam, nekem kiesett ez a dolog. Na mindegy. Nem. Azt hírek, Szeva Balina, ezt se adod már el. Hát biztos, hogy erős értékcsökkenés volt. Nem akarom eladni. Kőfejtőt és barackost mondanak. Azt se tudják, hol lakom. Ezek mindent. Ő csinálja az arra. Bali, én is ott lakom, volt te a Tükörhegyen. A rohadtul nem a Tükörhegyen lakom. Az Török Bálint egyébként. Én kőfejtő és barackos. Aha. Az elég széles merítés, ha most így belegondolok. Igen, azért a kettő együtt ritkán van. A kőfejtő közepén egy nagy barack ültetvény. Nagyon köves területen viszonylag ritkán ültetnek, telepítenek barackos. Igen. Bali, állj le a szintetikussal, írja valaki. Na, nem, gyerekek, higgyetek el, nem tépek semmit. Szintetikus! Hey! A pupillám olyan, hogy föl lehet... Következő kör az egyik! A pupillámon felszolgálsz egy pizzát akkor. Rajta vagyok az ügyön. Na, mit csinálsz? Igyekszem feltérképezni a lakóterületetek történelmét. Most kicsit ilyen, hogy egy helytörténeti vonalon mozgok. Rámentél egy régi térképre? Igen. Az egyiket a hallgatónk jelezte, hogy ugye pár hónappal ezelőtt beszéltünk, és tök igaza van, hogy van egy olyan 150 évvel ezelőtti katonai térkép, amit összhangba hoztak a mai térképhálózattal. És hogyha rákeresel a saját utcádra, akkor meg tudod nézni, hogy 150 évvel ezelőtt azon a területen mi volt. Na most nálatok semmi nem volt. Ez a legkiábrázítóbb. Nem, ennek én örülök. Sokkal jobban megrémültem, ahol azt mondod, hogy egy kórház, vagy egy mint a bolondok háza. Tehát ez nem biztos, hogy baj. 150 évvel ezelőtt nem, de lehet, hogy 149 évvel ezelőtt már volt ott egy bolondok háza. Most megpróbálok a szövegekből kiindulni. Azt mondja, hogy... Nem mondd az utcát meg semmit. Igen, Vas Megyer utca 13-ban. És délután 4-kor ott találkozunk. Igen, de mindenki. Azt mondja, hogy több német nyelvű felirat is van. Kleine Heide, ez az egyik. Ja? Igen, ennek kell utána néznünk. Illetve Hanselberger Wald. Hanselberger. De ez itt csak így föl Hansel van írva a térképre. Wald, így van. Aha. Ugye hát ez abban az időszakban azért erősen osztrák befolyásoltságú volt az ország. Nincs ami magyar térképen? Hát figyelj, az van még odaírva, hogy
kutyavár. De nem, nem, az magyarul. Az oda van írva, hogy kutyavár, illetve még azt mondja, hogy itt hát, van, hogy... Hansel nevű ismerősöd van a Hansel Begervárról. Vissza akarja szerezni a régi Hansel bíztokat. Ismerős az van, igen. Azt mondja, hogy ja, még itt van egy dögös dűlő. Lehet, hogy temettek oda valami. Így elmondtam, hogy folyamatosan elromlik valami a házban, meg hangokat hallunk, és most így annak próbálunk utána járni, hogy mi történik ott. Mi állt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt? Hát szakmai vonalon már igyekezhetek mindent feltérképezni. Gyakorlatilag ami hiba van, vagy hiba lehetőség van, azt eddig a kazánszerelők feltérképeztek nálatok. Gyerekek, most oda mindenki hazajár. Kéményseprő havi 4-szer, kazánszerelő hetente 2-szer, mosogatógép szerelő naponta. Tehát, hogy nem lehet, hogy tényleg egy nénit kellene onnan eltessékelni? Ami Julieknál is van. Tehát van egy néni, akinek volt ott egy gyümölcsöse, a gyümölcsösebe volt egy ilyen kis csűrje, és mit tudom én, ott lakott Ödönbácsi néhányszor jól megpakolta, Ödönbácsi elhalálozott, és ott maradt, mint amíg mindig Gabi néni. És aha. Gabi néni éldegélt 93 évig, és nem hajlandó elfogadni, hogy már halott. Tehát ő két dimenzió között rekedt, mert hogy nem tudja elereszteni az itteni dolgokat, tehát azokat a kellemes élményeket, amiket átélt. Ödönbácsi és Gabi néni nagyon csúnyán felforgatták a csűr életét. És ott várja még mindig a csűrben. Igen. Asztrál test formája. Hogy kicsit melegítse be a kazányát. Morzsázom be a reaktorba neki újra. Vegyél egy kiló sárga barackot és csald át a szomszédba. Az nem jó, ha veszek, mint a dinnyét, barackot, és így lerakom 5 centinként, és Gabi néni elmegy. Simán lehet, hogy ott ragadt valahol a két világ között egy bosszúszomjas vérnéni, és ez a vérnéni most egyszerűen nem tudja elviselni, hogy új lakói vannak a háznak, és 4 percenként minden tönkre. Tehát a gyerekek nem lehet, hogy egy kazán havonta tönkre menjen. Tehát ez nem lehet. Ha azért rekedt ott Gabi néni, amiért te gondolod, akkor nem paradicsomot meg barackot, hanem banánt, hogy kígyóbort tegyél. Ilyet nem lehet, hogy leülök a szoba közepére, behívom Gabi nénit, és megmondom neki, hogy kérjen egyet, azt teljesítem, bármi. Bármi. De lehet, csak legyen róla a videó, és amit föltudunk rá a Facebook oldalon. Az, hogy tegyen boldoggá az asztrál testét. Én megteszem, nem mondom el senkinek. Ez nem megcsalás. Tehát nem. Tehát egy 30 évvel halott, 93 éves Gabi nénit, Ödönbácsi özvegyét boldoggá tenni, az nem. És megmondom, hogy Gabi néni, hagyd, ez már nem a te lakásod. Ne roncs itt el semmit, menj el. Mondom, tegnap a Wikiék hangokat hallottak. Miközben pont elromlott a kazán, és arról beszéltünk, hogy nincsenek-e szellemek. Valami nem stimmel. A hangszigetelés. Igen. Az utcáról jönnek. Igen. Hát csak a szomszéd volt a pottyantos bugyi. Tosz anyának! Rattélad! Fegyere váki! Milyen? Nézd már, mi ez? Arra tényleg sok hűhó semmi. Szóval, hogy nincs ilyen, aki kijönnek és kiírtatják? De van ilyen? Mert Júli is ugye mondta, hogy náluk is van, sokba kerül. Sokba kerül és semmire nem jó. Egyébként az kéne, hogy Gabi néninek új pár kéne. Mi lenne, hogyha Júli Józsi bácsiát átcsalnád saját magatokhoz? Ugye Júliéknál is van egy ilyen kopogtató szerelem, a Júli mondja, hogy mindig hallja, hogy csoszok. Ott Józsi bácsi. Ott Józsi bácsi. Józsi bácsi, vagy Józsi bácsi? Igen, Józsi bácsi. Csosszog, az öreg fölér az emeletre, addig becsukódik az ajtó. A Júlia, amit a múltkor elmondott, tehát a víz levert. Krákog, nem húzza le a vécét magog. Igen. Az a borsa. Igen, egy pufajka újat találom a budiban. De mi van, ha Gabi nénit és Józsi bácsit, tehát valakihez átcsalunk, és megmondjuk a szellem Józsi bácsinak, hogy jöjjön át, vagy Júli átküldi hozzá, mert nálam van egy nagyon csinos 93 éves. De miért oda csalod a bácsit? Miért nem a Júliékhoz, érted? Hát azért a tartsuk az illemet. Tehát most a nénit küldjük a bácsihoz, áthívjuk a bácsit hozzám, én összehozom őket. Két szellemetek lesz. De az nem baj, de utána együtt szépen elküldjük őket. Nézd már meg, hogy van-e, hogy mit tudom én, szellemírtók, vagy van-e, hogy démonűzés, vagy tértisztítás. Csöröljünk rá Frábátorra, ő biztos, hogy tudom. Vállalja is. Az a baj egyébként, hogyha ott lesz... Van egy Frábátó szám? Van. Keltsük fel a Frábátot. Van Frábátó számot? Hívjuk már fel a Frábátot. Alszik még? Ha két kanos szellemet összehozzátok a titelketeken, az a baj, hogy akkor már más hangok is lesznek, azokat már nagyon nehéz lesz megmagyarázni a Beninek. Mondom, pont erről beszéltünk tegnap, erre elmegyek sporton, és hív a Viki, hogy hangokat hall a lakásban. A víz levert, és pont egy ilyen ködös részen mentem ott át Budaörsön, hát azt hittem összetoljon magam. Hívjuk fel a fényockon, már rendel a Frábátó? Meg hát őnek éreznie kell, hogy hívni fogjuk. Megkérdezzük, ez nála mennyi? 20 plusz áfa, vagy 25 plusz áfa? Mennyi egy ilyen tértisztítás? Hát... Mennyit kér most? Számlát? Ad számlát, nem? Áfa. Frábátó és áfa. Kicsőn? Ki? Hát, ilyen jó. Hát ő egy látó tudja, hogy ki hívja, nem? Ja, persze, már számítottál.
Igen, tessék. Balázs, Morning Show, Frabátó, te vagy, élő adásban vagyunk. Hello, hello. Sziasztok. Hello, szevasz. Megtettem, hogy hívni fogtok. Júj, de jó vagy! De nagy duma! Úristen, úristen, de nagy duma. Figyelj, mit csinál? Aludtál, vagy fönn voltál, vagy mit csináltál? Hát én dolgozom. Mit dolgozol? Hát én ilyenkor már lassan, ugyanúgy, mint ti. Éppen mit csinálsz? Szerelmi oldás és nem, az első melom az jóslás. Jóslás. Figyelj. Valaki nagyon kíváncsi a jövőre ilyenkor a reggel. Na, mondjuk tényleg, fél nyolckor már megy valaki jósoltatni, az tényleg jó kíváncsi. Hát, bármikor. Tehát utána kell menni ilyen munkába. Na, meséljetek, mi van? Hát csak azért, ez most annyira flottul tolott, mintha megbeszéltük volna előre, hogy fölhívunk, pedig nem. Igen, annyira hétközben. Na, meséljetek, srácok, ha már így rám csörögtetek. Igen. Azért telefonálunk, mert Balázs csúnyája van egy nagyon ronda rontás. Legéne szedni. Le tudnád venni a pálcámra? Le tudom a pálcámat, de nem én, hanem ajánlok valaki más. Figyelj, hogy hangokat hallunk a lakásban, ez most tök komoly. És mindig elromlik valami. Tegnap betolt a kazánom, de hogy 5 percenként, és most a Jani megnézte, hogy volt-e valami ott 100 évvel ezelőtt a mi részünkön, ahol lakom, de kiderült, hogy csak ilyen gyümölcsös. De hogy te nem csinálsz ilyen tértisztítást, vagy valami ilyen rontás levételt? Vagy... Ilyen tértisztítás az megy, csak igazából az, hogy hangot hallasz, az több valamiből adódhat. De hogy... Egy, hogy nem kapcsolod ki a tévét. Igen, vagy lejárt a mikro. De ezt figyelj, most ha nem hallgattam... elektromos dolgok, igen? Nem hallgattam, amíg is, hogy az elektromos dolgok romlanak el a lakásba, sorozatba, akkor lehet ez egy olyan energia, ami nem pont szellemvilággal kapcsolatos, tehát nem biztos, hogy egy szellem lakik a lakásban, és az bolyongott, hanem lehet a te kisülésed. Energia, éjszaka alszol, a lélek ugye kimegy a testből, és ezáltal a kisüléseket és az elektromos dolgok vonzák ezeket az energiákat, elromlanak. Nekik nagy a nappaliuk, tehát nagy ülések vannak. Sose ültem nagy kisülésre. Nagy energiával rendelkezik valaki. Náluk csak a gyerekül kisülésre. Nagy ül. Figyelj, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Én arra gondoltam, hogy volt ott egy előző tulaj, aki mit tudom én ott ragadt, és kicsit ezt ő nehezen tűri, hogy mit tudom én, de már nem az övé a birtok, és birtokon kívülre került. Még széljegyzetbe be tudjuk venni. Igen. De hogy elküldjem el, vagy mi mit csináljak? Szent meggyőződésem, hogy ezzel a házzal valami nem stimmel. De ezek szerint már elküldte, de nem sikerült. Az a lényeg ilyenkor, hogyha biztos vagy benne, de ez kell egy szakértő, hogy megállapítja, hogy egy előző tulaj, egy lélek ragadtott, vagy valami teljesen más. Ha ebből indulunk ki, hogy az előző tulaj, akkor a tulajtól kéne szerezned valamit. Akár egy régi fénykép, most nyáss ki a temetőbe, tehát ez ilyen butaság, de valami személyes, amit tele holdkor egy gyertyánál el kell égetni, és ez igazából nem felszabadítja a lelket, hanem elűzi onnan. Azt, aki a fényképen szerepel, vagy akinek az adott tárgy viszi az energiáját, azt egy ilyen 30 méteres körzetben nem engedi bejönni. Az pont elég, szerintem annál nem nagyobb a házad. Hát ez egy tök jó ötlet egyébként. A régi tulajtól megvan még az adásvételi, Balázs elége. Igen. Én megkeresem, mert exhumáltatom, aztán valami kis fogmaradványt, vagy valamit kiszedetek belőle. Jó, tehát akkor hát egyszerűbb egy fénykép. Egy fénykép. Nem lesz egyszerű előteremteni, mert két diszperzites vödörben áll a Duna medrében. De az előző tulajt ugye nyilván ismerem, ő elköltözött, tehát de hogy arra gondolok, hogy valaki, mit tudom én, valaki 100 évvel ezelőtt. Valaki előtte, tehát hogy nem az, hát, aki... Hát ki kell nyomozni. Tehát az első kapcsolódási pont az, aki már nem él. Esetleg olyan tulaj, aki a házba halt meg, vagy onnan vitték el, és közbe halt meg. Tehát ott a betegség már megvolt, és nem tud szakadni a helytől. Tehát ez lehet. Olyan tulajt nem érdemes keresni, aki önszántából adta el a házat. Aha. Tehát aki lehet, hogy tényleg meghalt, tehát nem eladni akarta. Aki önszántából adta el, az nem érdekes. Aha. Igen. Tehát az előző hát tulaj akkor nem érdekes. Logikailag kizárva az nem. Igen. Aha. De én erre a kisülés dologra még azért visszatérnék, hogy azt viszont honnan tudja az ember, hogy ő magas ül ki, vagy pedig, most ne röhög, ez komoly, vagy pedig régi, például egy egykori tulajdonos szelleme van a házban. Hát ha én más kisüléseket találnék a lakásban, nem lennék boldog. Gyakus lenne mi? Onnan tudhatod, hogy a maga 90%-ig az elektromos dolgok romlanak el. Villany, mit tudom én, turmixgép, kazán, ami elektromossággal függ össze, az majdnem 95%-ig, hogy a te személyes kisülő, vagy a feleségedé, vagy a gyereké, vagy család, valaki olyan, aki a házon belül tartózkodik húzamosabb ideig. Mondtam, hogy a mamát ne engedjétek be. Hát figyelj, és ha mondjuk egyszer csak meglátnám, vagy valamit ígérek a mamának, mert szent meggyőződésem, hogy egy 93 éves mam, mert még mindig azt gondolja, hogy ővé, akkor valamit nem lehet ilyenkor, hogy figyelj, egyszer nem tudom, valamit megteszek. Balázs, ha te meglátod, már bocsánat, hogy benne, akkor neked annyi. Tehát ha manifestálódott lelket látsz, tehát amit látsz,
az olyan erős energiával rendelkezik, hogy az a meséje, hogy a fizikai testet elpusztítja igazából a Földön, hogy a lélek őt szolgálja a túlvilágon, ilyen bizonyos kasztok vannak. Tehát ha te látsz szellemet, és bárki lát a házban egy szellemet, az nem jó, mert az igaz életére törhet. Aha. Magával ragadt Gabi néni. Egyet magammal vizek én is. Gabi néni meg nem lesz könnyű dolga, megint zasztom a vénboszorkányt. Valamit csinálom vele azért. Van valami feszkó, magad elé rántod a babysittert, aztán neki menj. Gabi néni először őt vigye. Na jó van. Oké, jó van. Nem, komoly dolgok, csak nem szabad nagyon belemerülni a komolyságába, mert akkor a félelem elkezd urrá lenni rajtad, és akkor sokkal jobban működnek, sokkal erősebben behatást tudnak vélni rád ezek a dolgok. Balázs nem fél, csak fagyási sérülések vannak már a testén. Igen, egyszerűen csak rohadtul fázunk, mert nem működik a kazán megint. Ebben az évben már 6-szor. Ajánlok egy szerelőt. Van, tök jó szerelőm van egyébként. Na, csak hát ez tök jó. Jól van. Hát csak, hogy mit csináljunk? Jó. Jó van, Frabátó, köszönjük szépen neked. Szépen, sziasztok. Mennyi, ez most mennyi volt? 20 plusz álfa, vagy mi? Ez kicsit több volt, mert korábban. Nálad mennyi? Louis Padrinál tudom, hogy ez 40 plusz álfa, de tudom, hogy te nem vagy annyira. Ez most ingyen volt. A furán hosszú volt a telefonszámod. 9-esek, 0-9. Apró betűvel ott volt, hogy 480 plusz álfa a hívás, igen. Oké, Frabátó, köszi, jó munkát neked. Oké, sziasztok. Bármit is csinálsz évek óta. Ciao. Köszönjük. Óriási életművész, imádom. Azokat az izmokat nem tudom, találkoztatok-e vele. Én 3 hete láttam valahol. Hát figyelj, te is szellemekkel dolgoznál, te is így kigyúrnád magad. Tudod, hogy be van szarva? Hozzád is adjam mellének vissza, hogy add vissza a fény. Hát érted. Tőled is ennyien akarnak visszakérni a 20 plusz áfát. Igen, de Frabát a jó arc egyébként. Jó, én nagyon bírom. Igen. Na jó. Hát nem lettem okosabb, gyerekek, azon kívül, hogy kell egy szerelőt. Hát, nem vagy még után már ez tragédia. Komolyan, hazamegyek, felajánlom Gabi néninek, hogy boldogát teszem makkal. Csak... Az asztrál testét, csak menjen el. Nem jön be. Csak menjen el. Hagyjon minket ott szépen békében érdekelni, és szálljon le a kazáról. Ez Gabi néni valami kazán fetisista lehet. Tehát miért nem teszi tönkre, mit tudom én, a hajszárítómat? Tehát a hajszárítóm még egyszer nem romlott el. Mondjuk tudja, hogy azért ölök, nem? Tehát tudja, hogy az a nagyobb kiúzdágyúfát. Nem, még nem találta meg az összes hajszárítót, hiszen minden tészségben van. Az lehet. Azt mondja valaki, hogy keresünk rá Facebookon, de megnéztük, nem beszámítható az ember. Szellem Józsira. Csoda! Keresetek rá Facebookon, Szellem Józsira. Egyszerre megtudtak. Laci megnézte, finoman között, hogy nem beszámítható. Én is már rámentem, hogy de valószínűleg Szellem Józsit nem tudjuk fölhívni. Nem? Nagyon jó, hívjuk ez már. Kicsit piás. Ha van telefonszám, 7:30 után keltsük már föl Szellem Józsit. Ez annyi. Akkor a tragédia, belegondoltok, hogy magyarra fordítva minden olyan komolytalanná válik, hogyha azt mondod, hogy egyébként, hogy van egy szellem, akit Josephnek hívnak, akkor az így ilyen komolynak hangzik. De onnantól kezdve, hogy elkezded józsizni, Igen, tehát mit amin, szellem Black, vagy Orpheus szellem. Van valami földön túli, de ez egy Szellem Józsi. Hallod, Szellem Józsi, gyere már, mert van nálunk 2 téma. Hans Schwarz, és akkor Fekete Jani. Az úgy nem szól annyira jól. Na jól van. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Olyan hülyék vagytok, hogy a röhögésemmel felébresztettem az egész családot, írja Peti. Ez egy komoly dolog, hát ezen nem szabad nevetni, itt most éppen szellemet űzünk nagy erőkkel. Felhívtuk ugye Frabátot. És hát elmondta, igen, hogy ha már látjuk, az már nagy baj. Akkor annyi. Nekem kampec. Addig jól még nem látom. Meg Frabátó is elmondta, hogy nem lehet komolyan venni a témát, mert hogyha nagyon komolyan veszed, akkor annyira rácsavarodsz a végén, hogy ez lesz a vesztőd. Igen, próbálom nem komolyan venni. Hello Balázs, a mi házunk új építésű Pestimrén az Ametiszt utcában. Itt sem volt semmi, még a kislányom is látott embereket a házban. Mi elküldtük őket segítséggel, ne hívjatok, nem tudok beszélni. Frabátó is említette, ha látjuk őket, akkor az nem jó. Hát így igen. Jó, mondjuk új építésű házaknál azért előfordul, hogy vissza-vissza járnak. Igen. Javítgatni. Az alvállalkozók. Egyalista alapján. Nekünk az elektromos habverő használat után egy órával magától elindult tegnap előtt. Ez komoly, nem kamu. Írja egy hallgató. Ezért itt vannak paranormális jelenségek. Van egy hallgatónk is, itt van velünk. Hello, jó reggelt, Józsi! Mária.
Józsi nincs még? Józsi nincs még. Most. Józsi! Hello Józsi, jó reggel! Szerbusz, jó reggel Balázs! Hello, itt a Jani meg a Feri is, hello! Hello! Hát, én nagyjából csak tégedet a képernyőkén látlak, de a Ferit azt ismerem, már találkoztam vele egy párszor Újpesten is, meg egyéb helyeken. Sokat jár arra. De Jani, az ki a tökön. Igen, sokat csavarok a rendezvényeken. Hát azt tudom neked elmondani, mert mivel hallom az elég problémádat, hogy először is már nagyon régóta hallom ezeket a problémákat, ami veled történik. És erre szeretnék neked választ adni, hogy esetleg mivel tudod ezt megoldani. Na. Én ezelőtt 5 éve vásároltam egy házat, és nem hittem a dologban, hogy tényleg ezek a szellemek, ezek a lelkek élnek és mozognak. 5 éven keresztül hallgattam azokat a dolgokat, hogy este, éjfél előtt állandóan mindig mozorgás volt, és megjelent valaki. Már hogyha megjelent valaki? Hát, aki ott lakott, illető, aki elhalálozott, annak az arcképe megjelent, és mozgott állandóban, hát rossz keltés volt az egész. De ezt hogy kell képzelni, ültél a nappaliban, nézted a, mit tudom én, a BL meccset, és ez csak bejött balról? Hát, egy fény árnyékában, egy suhanó fény árnyékában megjelent állandóban ebbe a házba. És én nem hittem ebbe, hogy azt mondtam, hogy nem létezik, hogy az utcafény vagy valami fények vannak, és akkor biztos, hogy ez nem így történik az egész. Na most én ezt a házat meghirdettem, és el szerettem volna adni ezelőtt 3,5 hónappal körülbelül, és fölhívtak a telefonszámon, és odajött egy ilyen 40 év körüli hölgy a férjével, és azt mondta nekem, hogy őtet érdekelni ez a ház, a telek, és meg szeretné vásárolni. Igen, igen. Be sem mentünk a lakásba, és akkor azt mondja nekem, hogy esetleg bejöhet és megnézhet, tehát körbenézhet el itt a lakásba. De csak akkor a feltétellel, hogy áruljam el neki, hogy ebben a lakásban meghalt-e valaki, vagy történt-e olyan dolog, mert ha van ilyen eset, akkor ő meg se vásárolja ezt a házat. Hát próbáltam eltagadni, mert hát el szeretném adni. Tehát nem mondtad meg, hogy itt valaki járkál? Nem, hát már nem mondtam meg neki, mert hát mondom, hát most már nekem elegem van belőle, és akkor... Na, és aztán mi történt? Jó, elmentünk a kiskapuba, belépett, és akkor jött egy pár métert, egy 8-10 métert, és akkor azt mondja nekem, hogy ő rosszat érez, azt mondja így, hogy áruljam el neki, és épp, hogy az ajtóhoz értünk, kinyitotta az ajtót, és azt mondja, hogy itt meghalt egy 50-55 év közötti ember, azt mondja így, és azt mondja, innentől tovább, azt mondja, nem is érdekli a dolog, azt mondja. Mondom, miért? Mondom, így nem halt meg senki se. Azt mondja, nem mondja neki ilyet, azt mondja így, mert ez biztos, hogy így történt, mert azt mondja, látja az arcképét. Sokkal én el voltam ágyulva, és... Sokkal az irányára. Alkudni akart, igen. Nem akart alkudni Balázs, mert azt mondta, hogy ő neki egy fillérre nem kell ez a ház. Aha. Nem azt mondta, hogy most elkezd belőle alkudozni egy milliót, vagy kettőt, vagy akármennyit. Ő azt mondta, hogy ezt a házat, hogyha ingyen adom neki, akkor se veszi meg. Akkor ő ilyen szellemlátó volt? Tessék? Ez kiderült, hogy akkor ő ilyen szellemlátó? Vagy ért hozzá? Mert hogy ez nem mindennyiunkra jellemző, hogy rögtön szellemeket látunk, főleg nem nappal. Hát szerintem biztosan, hogy volt valami érzései, vagy biztos, hogy lát ilyeneket ő hamarabb, mint az ember. És mikor elmártunk, akkor mondom, figyelj, alkudni, akkor alkudjon, mert én szeretném megszabadulni tőle. Hát mondom, alkudjon, mondom, ezt próbálj megegyezni, mondom, és odaadom olcsóba. És akkor erre mindig mondja, hogy nem, egy büdös. És azóta nem is jelentkezett. Aha, jó, de mi lett a szellemmel végül? De most a szellemmel az lett, van egy barátom, egy ismerős, és akkor elkezdem neki ezt mesélni. Na mostan ő... neki van egy pap ismerőse, és mondja nekem, hogy figyelj, vigyük el a papot, azt mondja, hogy elviszem hozzád, azt mondja, és akkor vigyél a templomból szentelt vizet, azt mondja, Hüsten. És akkor szenteljétek meg a házat, menjen el a pap, megszenteli a házat, meg minden, és nem fogod látni. És kijött a pap? És kijött a pap, és 3,5 hónapja most nem lehet látni. Aha, mennyit kért? Semmit. Na, milyen rendes pap volt? Hát, nem is percejezett. Hát nem is volt, nem is járt körbe semmi. Kijött a nagyon rendes ember. Szimpi. És megszentelte a házat? Igen. Elmondott az imákat, papot keresztetett az ajtóra, és ott elmondta a dolgokat, és azóta most nem lehet látni. Tehát azóta nem is volt. Megszabadulni tőle minden áron. Oké, Gyuszi, köszi, hogy elmondtad. Oké. Köszi, csáó, hello, köszi. Hello. Mi van akkor? Te neked úgyis ilyen rövid, ilyen kopasz fejed van. Igen, ez így van. Igen. Rövid a feje? Próbálok megint rá fűzni a gondolatmenetre, igen. Ez vagyok én, igen.
ez mind de te vagy. Mit akar kihozni belőle? Igen, én. Én már tudom, vagyok. Én már érzem. Adunk rád egy, adunk rád egy barna köntöst. Egy fürdőköpenyt valami. Nem tudok papot, nincs papismerősöm. Ja, hogy játszok el egy ilyen, ezért ilyen Ferences Redi szerzetet? Igen, és szented meg a kazán. Lakok rád a Budó Sportból egy fehér övet. Kijössz kiszentelt vízzel? Igen. Elmondasz egy miatyánkot, elmondasz egy hiszek egyet, mit szoktak mondani még, nem? Üdvözlj egy Máriát. Valami, nem? És megszenteled a kazánt. In nomine domine, gaudamus hitor, blablabla, na csá. Na. Hívtál taxit? Jó, hát én megcsinálom. Nagyon szíves, de vajon át tudjuk verni a szellemet? Szerintem simán. Figyelj, a Gabi néni valószínűleg jár templomba, nem? Biztos vagyok. Ő tudja, hogy milyen egy pap, de szerintem simán átverhető. Hát kijössz és elmondod nekem. De átverhető egy szellem? És például a hallgatóktól se kérdeztük meg, hogy például, hogy az ő szelleme az a csoportköröknél is jön, vagy csak az egyenes kiesési rendszer, vagy esetleg döntőknél úszik be jobbról balra, vagy balról jobbra. De az üdvözlégy Máriát tudod? Persze. Igen? Idáig, igen. Üdvözlégy Mária. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a terméhednek gyümölcse. Jézus, így van. Szűz Mária Istenek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján amen. Így van, most és halálunk óráján amen. Így van, ez a tökéletes szöveg, tényleg így van egyébként. Ezt én is ismerem. Füstölünk van? Van füstölünk? Egy fülgyertyá vagy valamit van? Milyen Jászmin? Tessék? Csak a nevedet tolítottalak. Mától Jászmin vagy. Nem rossz Jászmin egyébként. Nem is rossz. Te Mától Jászmin nem volt kirakott örök közül, de a második alkalom, amikor voltam Jászminnál, már nagyon fincsi volt. Egyébként Natúrt is vállal. Na de János atya. János atya, maga ilyet nem mondta, ő Mától János atya. Kijössz és megszenteled a házunkat. Azt akarom, jó, hogy menjen el. Tehát ne legyen ott. Ja, Juli írt egyébként SMS-t. Megdöbben. Józsi bácsi jelentkezett Gabi néniért. Most is a Budira várok. Most is a Budira várok, a 86 éves Józsi már benn van. Szorulása van. A rádiónk, ami totál kontakthibás, a szellemes beszélgetése bekapcsolt. Ezt írta Júli SMS-ben. Ezt küldte SMS-ben. Ugye Júliéknál ott van az öreg. Az a baj, hogy... Nálunk meg ugye a Gabinén. Mondom, hogy a kettőt össze kell Juli hozni. Juli nem egy műszaki ember. Ő kontakthibának érzékel azt is, hogy van rajta egy kapcsolat, el kell fordítani. Honnan tudok papot szerezni? Templomból. Kolostorból, monostorból. Apátságból. Jöjjön el egy pap ma hozzánk. Jó. Jó? Van ilyen, hogy papi szolgálat? Igen. Fölhívom, hogy mit tudom én, szeretnék egy papot? Árulnak ilyet a Vaterán? Vagy van ilyen? Hát helyi plébániai hivatal. Üss már le egy papot a Vaterán. De milyen legyen? Katolikus, református? Szelleműző. Szellemüző pap. Szellemüző pap. Az a baj, hogy én elküldetem a szellemet, nekem ezzel nincs bajom. Tudok különböző tértisztítási technikákat, ugye a pránanadiba egyébként van ilyen, de azért egy... De az ide kevés. De mozog, hogy hagyományos van. Az a baj, hogy igen, a pránanadiba egy hagyományos szerintem Gabi néni nem lenne. Nem reagálna rá. Egyszerűen, mert hogy ez nem... A nénit megpránázom rajta, ez átmegy. A biztonsági kedvéért szerintem kellene egy református, meg egy katolikus is. Igen. Meg egy anabaptista. És egy mormon. Gabi néni vajon tudja, hogy ő halott? Ja, nem. Nem, szerintem őt teljesen úgy érzi, hogy egy élő ember, te meg beköltöztél a telekre. Igen? Egyébként lehet, hogy ő most papot keres, hogy kiüzön titeket. Csak nem tud kimenni, a telekre. Biztos mormonok. Ez egy komoly telekvita akkor. Ez egy komoly telekvita. Egyelőre mondjuk mi állunk jobban, legalábbis a földhivatalnál a tulajdoni lapon. Na jó, oké. Okay. Von de Matteo János, így hívják. Vadon Matteo. Mától ez az új neve gyermekem. Vadon Páter. Vadon Matteo János. Jó, jól szórakozunk ezzel, de nem egy háztartás van, mint hogy az SMS-ekből kiderül, hogy azért ott hangokat hallanak, meg furán elindulnak a turmizgében. Meg ahol nem jó a kazán, igen. De egyébként szerintem kazán szentelés még nem volt az országban. Azt tudom egyébként, ilyen mindenféle olvasmányokból, meg filmekből, hogy az ördögűzéshez, ahhoz a Vatikán engedélye kell. Igen, tehát többen megértek Jani a kis Damien, igen. Vagy Benny. A Vatikánnal fel kell venni a kapcsolatot, de ha mondjuk egy kazáról van szó, akkor nem biztos. Tehát egy kazán szenteléshez nem kell. Itt a helyi plébánia hivatal telefonszáma, ha gondolod. Van helyi plébánia hivatal? Ez a kerületben? Ja, igen.
Hát most nem kis pénzt csúsztatok oda a reverendája alá, nem? Hát csak gondolom, nem hogy... kell a reverendája. Szerintem, hogyha a kezébe nyomod, az is jó, illetve vannak persejek. Szerintem ne turkálja a reverendája alá. Hát azért mostanában, amit az ember hal, szerintem lehet, hogy örül jó, de annak. Akkor menjél rövid nadrágba. Kis pantalóba, és húzz el egy magad magad egy csatogos lepkét. 8 éves vagyok. Jó, gyerekek, hát ez most könnyű ezen nevetni. Na mindegy, jó. 8 éves vagyok. Morning Show! Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Kanadai védelmi miniszterről akarunk egy kettő mondatot? Van tejszínhab, gyerek. Persze, megyünk. Ja, nem a védelmi miniszterről, kávéra mondom. Jó, persze, menjünk fel. Gyerekek, ő egy kanadai védelmi miniszter. Most azt gondoljuk egyből, hogy ő hülye? Nem, nem. Tehát azért az megdöbbentő, hogy ő egykoron milyen státuszban volt egy védelmi miniszter. Hát azért nem bíznak meg bárkit azzal, hogy védelmi miniszter legyen. Tényleg gyempelték a nevét. hirtelen kinevezték. Hát akkor még nem volt vele semmi gond, aztán kicsit később gondolom így. Valami történt vele, valamit belélegzett. Tehát aki földön kívül jelekről beszél, az egyből hülye? Nem, szerintem. Vagy nem az volt régen. Egyből nem. Egyből nem. Mindannyian tiszta lappal indulunk az úr színi előtt, szokták mondani. Igen. Az is, aki hisz benne? Vagy az még jó? Higgyél, de ne beszélj? Vagy ha már beszélsz róla, ha már hirdeted, hogy szerinted vannak, akkor már téged is megbélyegeznek? Tehát én most egy kalap alá kerülök a kanadai védelmi miniszterre? Nem, mondom, hogy kb. 80 faj él Magyarországon. Aha. Ezt ő mondja. De te elhiszed. Nem. Miért, te mit mondasz, 60? A Pataki szerint 100, szerintem csak 60. A kanadai védelmi miniszter szerint meg 80 különböző idegen faj él már közöttünk. Na. Ugye ő az ember, hát ha valaki nem ismeri a történetét, aki felszólalt a kanadai parlamentben, és elmondta, hogy az amerikaiak... Hát az aulában, ugye, és aztán kivezették. Ne, csak mondom, igen, hogy ez egy ülésen szólalt föl, amikor ő azt hiszem, hogy hivatalban volt, vagy már lemondott utána, tök mindegy, de felszólította mind a kanadai, mind az amerikai kormányt arra, hogy hozzák nyilvánosságra azokat a bizonyítékokat, amik ugye ott lapulnak bizonyos fiókokban, amit már mindenki tud. Az amerikai, az a vagy két így rám néző emberre nem tudok rendesen beszélni. Hát nem tudom, hogy ez a fiókokat. Ez a kis finom, cinikus ilyen kis, mondja te bolond. Nézd a hülyét, hogy beszél. Így nem tudom ezt rendesen elmondani. Tehát ő felszólalt, és akkor volt egy ilyen félórás nagy speech-e ugye a kanadai parlamentben. A többiek addig megebédeltek. Nagy vihar is kavart a beszéd. Egyedül volt benn. Nagy vihar kavart a beszéd, sokan bíztatták arra, hogy milyen jó, hogy ilyen őszintén elmondta, hogy most már az amerikaiak is álljanak elő a bizonyítékokkal, hogy bizony léteznek, és itt vannak közöttünk. Na most ő újra megszólalt. De jó. De már ő nincs hivatalban, tehát egykori ex-védelmi miniszter. Most már ő nem leszázalékolták, elküldték, elüldözték. Elég komoly presztízsveszteség lenne, azt gondolom. Ez volt az utolsó, az utolsó megszólalása. Gondolod, ami kanadai védelmi miniszter, ott van az ő kezében a kis kulcsacska, meg a kis gombocska, nem? Hogy azért ott mik történhetnek. Na, ő azt mondta most, egyébként egy orosz újságnak nyilatkozott, ahol meglehetősen őszintén elmondta, hogy hány faj él itt közöttünk. De ez a moszkvai UFO-k baráti köre? Ez a lap neve, vagy mi? Nem, ez egy orosz napilap. Aha. Tehát ez egy nívós napilap. Hát attól, hogy napi meg orosz, ahogy nem biztos, mented. Hogy nívós, de... Fél, nem érzed, de ahogy mented a helyzetet? Igen. Igen, na fél, te figyelünk. Igen. Jó. Egy nívós? Kezeljük azért fenntartással a dolgokat, de érdekes, amit mond. Tehát egy nívós orosz napilapnak nyilatkozott. És azt mondta, hogy körülbelül 80 különböző idegen faj él közöttünk. Tehát a körülbelül az azt érti, hogy lehet 78 vagy 82 is, próbálok meg komolyan hozzáállni a témát. Igen. Csak mondom, hogy ő döntéshozó volt, tehát hogy azért ezt nem szabad. Nagy a baj, igen. De elég nagy a baj. Elmondta, hogy évezredek óta figyelnek minket, évezredek óta itt közlekednek közöttünk. És 80 idegen faj az, ami megtalálható jelen pillanatban. És sokkal fejlettebbek, mint mi vagyunk, és olyan technológiával rendelkeznek, amihez képest még nekünk a tűz, meg amit tudom én, a szeletelt kenyér, meg ezek abszolút bóvinak tűnnek. De nem osztják meg velünk, mert azt figyelik, hogy mi hogy bánunk a saját bolygókkal. Ez érdekes. Hallod, felé osztjákok. Osztják.
tudtam, hogy a szomszédban is van egy csomó. Valami ilyes. Itt vannak a szomszédban. Azzal egyébként, hogy fejlettebbek nálunk olyan túlságosan sokat nem mond, hát nyilván közlekedniük kell a különböző galaxisok között, mert hogyha... Hogy kerültek volna ide egyébként? Attól azok, akik, ugye? Na most ők emberi testben élnek, és ez már egy nagyon komoly kérdés, érted? Azt mondja, hogy 4 fajjal ismerkedett meg közelebbről, amikor ő neki hozzáférése volt olyan aktákhoz, meg olyan jelszavak bírt meg hozzáférések birtokában volt, ami most már nincs. Ebből 2-vel egy tájföldi nyaralás során. Nem arra számított, amit talált. Ebből gondolta, hogy idegenek. Igen, az Ádám csutkájára már csak a kukija volt nagyobb, persze. És hogy 4 faj pontosan ugyanúgy néz ki, mint mi emberek. Tehát, hogy felvették a mi... színünket, meg testméretünket, és hogyha jön veled szembe az utcán, akkor nem ismered meg. Ezt mondja a kanadai védelmi miniszter, aki újra interjút adott. Tehát elviekben mi is találkozhatunk már velük, tehát bármelyik, mint a kasznyár során. Hát szerintem Szercsődi Karcsi egy UFO, ebben egészen biztos vagyok. Tehát szerintem egy nagy alakváltó. Ez egyébként igaz. Gyerekek, így változtak ide-oda. Ő egy misztik. Ő egy nagy misztik, igen. És azt mondja, hogy egyébként jó szándékkal jönnek, csak nézik a rombolást, meg nézik azt, hogy mi mit csinálunk a saját földünkkel, és hogy nem vagyunk még arra érettek egyébként, hogy átadják azt a magasabb fajta intelligenciát, ami mind ugye a közlekedésben, a gyógyításban, a különböző mentális dolgokban, tehát egész egyszerűen nem vagyunk még kész arra. Háborúzunk egymásra, öljük egymást, megöljük a saját állatainkat, szennyezzük a vizeinket, pusztítjuk a bolygónkat, nagy erőket, tehát viszonylagosan primitív fajnak gondolnak minket azok, akik itt vannak. Aha. És nézik, figyelnek, de nem akarnak ebbe beleavatkozni. Tehát nekik ez nem pálya. Ezt nem. A védelmi miniszter honnan tudja, ezt így megdumálták egy kávé mellett? Hát persze. Vagy... Szerintem mohácsino volt, vagy frappé. Vagy igen, hát Kanada akkor juharszirupos palacsint. Juharszirupos palacsint, hát tettek valamelyik gyors étterem. Nem tudom, hogy ő ezt honnan szedi, de hát... Tehát akkor ő megbolondult? Nem feltétlenül. Nem, de hogy is. Hát egyszer órákig beszélgetett egy katicabogárral. Na azt mondja egyébként, hogy az univerzumot hasonlóképpen kell elképzelni, hogy itt szövetségekbe tömörülnek, gyarmatosítanak, mennek egyik galaxisból a másikba. Tehát ahogy mi bolygónkon belül törekedünk arra, hogy leigázzunk bizonyos népcsoportokat, fajokat, országokat, úgy, ezt egy kicsit nagyobb horizonton átgondolva, ugyanezt történik a világegyetemben. De hát nem igáznak le, csak velünk élnek. Nem, csak megfigyelnek, és látják, hogy mi nem vagyunk abszolút veszélyesek, hiszen önön határaink vesznek körül, tehát nem tudunk máshova mondjuk átrepülni, nem vagyunk túlságosan veszélyesek. Az, hogy mi most itt szépen elpusztítgatjuk magunkat, az nem érdekes. És ilyen turista utakat szerveznek mondjuk a földre, tehát hogy van ilyen last minute föld, meg ilyenek? Last minute Egyiptom, Sharm el-Sheikh, Hurghadai, hol akarsz éppen megszállni. Megfogtad a Janit, én látom, hogy próbálok meg így. Azok az emberek, akik ilyesmiről beszélnek, azok valamilyen szinten kapcsolatban vannak egymással. Tehát, hogy az például elképzelhető mondjuk, hogy a kanadai védelmi miniszterrel mondjuk Attila összefutott már valahol valamelyik. Jó, hogy Pataki Attila és a kanadai védelmi miniszter együtt rabolták el egy közös teherbejtésre? Tehát olyan lehet, hogy ők egymásról is tudnak? Simán lehet. De hogy találkoznak az űrhajón, és balra fekszik a kanadai védelmi miniszter, jobbra fekszik Szecsődi Karcsik, hogy középen meg a Pataki. Micsoda szendvics. Mindenki rohadt mesztelen, és mindenki beleültetnek valamit. Én nem azt mondom, hogy ez így van. Azt sem mondom, hogy nem biztos, hogy nem bolondult meg az öreg. De minden esetre azért egy egykori védelmi miniszter, aki hozzáfér bizonyos aktákhoz, lát, kap különböző jelentéseket, azért ez mindenféleképpen érdekes. Nem? Igen. Neki vége. Tehát rá már mindig csak úgy néz ott a bolond. Tehát aki erről beszél, az... Van nyugdíja egy ilyen kanadai végre? Ezek után hiszen, nincs Feri. De nem lehet, hogy ezzel haknizik, érted? Pénzt kér az interjúért. Simán lehet. Én megmondom őszintén, erre gyanakszom. Hogy? Hát, hogy így előadásokat tud tartani, és akkor így kicsit jobban odafigyelnek rá. Ha esetleg ír egy könyvet, akkor azt így... Gorbacsov nagyon jól él abból, hogy előadásokat tartna. Most neki ilyen élményei nincsenek a kanadai védelminiszternek, mint Gorbinak. Ja. Hát akkor... Ex-szerelmeiről nem tud írni, mint Toncsi. Jó, akkor kérdezek. Igen. Megy a Toncsi könyve egyébként, mindegy is. Há, igen, az Uzsdában. A pilóta az okos ember? Hát szerintem... Szerintem a vitorlázó repülőpilóták nem annyira okosak, mint mondjuk a... Tehát egy Airbus, mint a A320-as pilótája, 10 000 magasan ő okos ember? Igen, szerintem okos ember. Na, a napokban kijött egy jelentés, ez egyébként tavaly történt, a kapitány beszámolója arról, hogy ő mit látott tavaly. Azért egy év, mert egy évvel később, egy évig tartott a vizsgálat egyébként. És
Ez a vizsgálat arról szól, hogy a baloldali szélvédőn keresztül egy ilyen... Tényleg? Mész 10 000-en, és egyszer csak bekopogtatnak, hogy lemossam az ablakot egy kis apróért. Én végig a jobb oldali szélvédőre gyanakodtam, de most, hogy kiderül, hogy a bal oldali szélvéd, mindig a bal oldallal van a gond. Istenem, ez a fajta sötétség, és ez a fajta... És ez a fajta hihetetlen erős, merev szögletesség lesz a vesztetek, komolyan. Szóval a bal oldali szélvédő... Ő egyébként a londoni Heathrow repülőtérétől volt 32 kilométerre nyugatra. És a jelentésből kiderült, hogy a kapitány beszámolója szerint este 6 óra 35 perckor nappali fénynél a baloldali szélvédőn keresztül látott egy szivar, vagy rögbi alakú, nagyon gyorsan mozgó tárgyat, ami ezüstösen csillogott, fémből készült, nagyon gyorsan közeledett, a pilóta felkészült az ütközésre. És azt hitte, hogy az általa vezetett utasszállítóba ez be fog csapódni. Nem történt meg a dolog, arra se volt ideje, hogy értesítse az első tisztet a jelentés szerint, csak elhajolt. Ő nem volt messze. Igen, ő nem volt messze. Jobbra hajolt. A tárgy pedig néhány méterrel a repülő fölött elhaladt. És ellenőrizték a repülő műszereit, kapcsolatba lépett légirányítókkal, jelentse az esetet. Senki nem látott semmit. Milyen érdekes, hogy megint csak egy ember. És az első tiszt örült, mikor a kapitány áthajolt az ölébe. Igen. Arról van valami információ, hogy hol vásárolja az első tisztet a kapitány a banánt. Ez tavaly július 13-án történt, és most zárult le a vizsgálat. Egyébként komoly brit légügyi hatóságok vizsgálták az esetet. Tehát azért ez is érdekes. Találtak valamit, kérlek? Nem volt semmi nyoma. Tehát a radaron nem volt semmi nyoma. Ugye a műszereknél se volt semmi nyoma. Visszahallgatták a fekete dobozt, és ott lehetett hallani, hogy a kapitány mond valamit. Meg az ő beszámolt. Nagy szivar alakú, ezüstös, hogy elhúz itt balról. A első tisztel nem tudok kommunikálni. Igen, jó. Tessék, brémai repülőtér 2 nappal ezelőtt. Hát, ha. Ők zenében nagyon ott vannak, azt tudom. Tudom, a szamár, a kakas, a kutya, a gyerekek. Ők bárkit elüldöznek egy házból. Ismeretlen mozgó tárgy hétfő este. Nemzetközi repülőtér irányító központjában a radarján észlelték. Kivilágítatlan kerékpár. Időnként megjelent a radarképernyőn, majd hamarosan nyoma veszett, 3 óra után tűnt el végleg. Aha. És elindult egy rendőrségi helikopter, ők se láttak semmit. Átirányítottak repülőket, az érkező járatokat egyébként Hannoverbe, és volt egy olyan repülő, aminek egy rövid ideig köröznie kellett, mert nem engedték leszállni. De senki nem látott semmit, csak a radar megfigyelő egy kicsit kontakthibás radart nézve mondta azt, hogy ez egy UFO. A radaron föltűnt, eltűnt, föltűnt, endült. Az már érdekes, hogy a rendőrség egyébként ismeretlen tettes ellen eljárást indított. Aki megbügykölte a radar. Nem. Azt mondják, hogy egyébként a légi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény. Pénzbírsággal, vagy akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, adta ki ezt a nyilatkozatot a brémai rendőrség szóvivője. Kicsit magyar a dolog, nem? Tehát fölbukkolott valami a radaron, 5 évig terjedő szabadság, aki szórakozott. Hogy ennek még meg lesz a bőtje. Büdös kölkök szórakoztok a radarra. Szóval, hogy azért itt vannak ilyen érdekes felbukkanások, eltűnések, nem? Én nem azt mondom, hogy a kanadai védelminiszter nem bolondult meg. Azt sem mondom, hogy lehet, hogy nem masszív LSD-n él az öreg már, vagy az Aldiba, vagy Lidlbe jár vásárolni. De minden esetre azért ezek azért érdekesek, ezek a hírek, nem? Repülőgéppilóta, irányító központ, kanadai védelminiszter. Bal szélvédő. Hát, mennyi izgalom már. De milyen okos az UFO, hogy balról jött, a bal oldalon ül a kapitány, ugye jobbra ül az első tiszt. És tudta, hogy ha balról jön, akkor ugye a bal oldalon a kapitány ezt hamarabb észreveszi. Nem hülyék ezek. Hogy föntről kell kezdeni, tehát hogy azt az embert kell meggyőznie, aki a hierarchiában a legmagasabb szinten áll. Tehát mi, hogy nem a stewardessnek fogja megmutatni magát, meg az első tisztnek, amikor ott van a kapitány. Nagyon komoly ügy. Feri, szerinted nem hűl ki a kávé? Jó, minden, nem akarok erről tőle. Én ígértem, hogyha lesz valami a kanadai védelmi miniszterrel, akkor én... Ezt jól teszed egyébként. Ezt nagyon jól tetted. Jó, ez se? Semmi? Nem indítelesz bennetek valamit? De. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Egy nagyon érdekes dolog történik most az Egyesült Államokban, abból a szempontból, hogy ott még úgy látszik, hogy még mindig mennek ezek a biztosítási csalások, mert hogy van egy Andy House nevezetű ember, akit egyébként így hívnak, és ő 2009-ben vált világhírűvé azzal, hogy egy Bugatti Veyronnal, hát tulajdonképpen senkitől se zavartatva, behajtott egy texasi tóba. És kiderült, amikor őt perbe fogták, hogy ő először pelikánokra fogta ezt a dolgot, hogy megzavarta egy repülő pelikán, aztán azt mondta, hogy megzavarta őt egy leesett telefon, de nem volt szerencsém, mert hogy valaki a vele párhuzamos sávon felvette ezt a tóbahajtást,
és kiderült, hogy biztosítási csalást akart ő elvégezni tulajdonképpen a Bugatti Veyronra, amit 1 millió dollárért vett, viszont 2,2 millió dollárra biztosította. De okos. Tehát az keresel egy millió dolcsit, jó? Most úgy néz ki, hogy 20 évet kaphat, tehát elég szigorúan mérik azért ezt az Egyesült Államokban, mert hogy kiderült, hogy ő már okozott egyébként balesetet direkt, és az is biztosítási csalás volt, és most a Bugatti Veyronját akarta így eltüntetni, illetve korábban megbízott már valakit, hogy lopja el tőle az autót, mert akkor is 2,2 millió dollárt kap. De ami olyan 600 millió forint. 1 millió dollárja, 550. Akkor most miért kezd el ilyet? Azért, mert az pont fel annyi, mint 2 millió. Hát meg hülye vagyok, tényleg. Hát nem. Egyébként igazad. Hát hogy van, hát megveszed 1 millióért a kocsit. Van 1 millió dollárod, elkezdesz csalni, hogy legyen 2. Elkezdesz csalni, és visszahozod a kocsi árát, és még keresel is 1 milliót. Persze. Aha. Persze. Plusz a videó készült róla, és ezt feltöltötték a YouTube-ra, akkor még onnan is jött belőle egy kis lóvége. Hát, mert azért valljuk be, szinte elég sokan megnéznének egy ilyent. Mint ahogy megnéztük volna az idején, ugye, hogy hívják akkor is, a Balaton jegére hajtó. Hammereseket is. Ezt erre rá lehet keresni, tehát ez fent van a YouTube-on is, meg egy csomó ilyen internet videó megosztó portálon ott van. Teljesen egyenesen megy, és srácok veszik őt egy vele párhuzamosan menő úton, és egyszer csak azt látod, hogy a Bugatti Veyron elkezd lemenni az autópályáról, vagy hát így az útról tulajdonképpen nincs leállósáv, egy szalakorlát, tehát nem autópálya, és teljesen full gázzal úgy, ahogy van, belehajt a tóba. A srácok, akik veszik, elkezdenek üvöltözni, úristen, lassítanak, megállnak, kiszállnak, de veszik folyamatosan, és a Bugatti az itt szépen így elkezd elsüllyedni. Mondjuk 300 milliós autódat így elsüllyedszed, azért ez egy picit meleg. Mondjuk egy James Bond filmben simán beleférne. És hát átalakul hajóvá, és úszik. Igen, na ez nem alakult át, és 20 évet kaphat emberünk. Egyébként a kérdés jó, amit mondasz, hogy azért, ha most 1 milliód már van arra, hogy ezt megvedd, akkor közben ennyire számít, hogy még visszahozzá még egyet? Mert akkor biztos, hogy van még egy az életedre, ugye? Tehát olyan 2 millió ha egy van a kocsidra, akkor igen. Akkor egy még van az életedre, most értem, hogy 1 millió dollár sok pénz, de ilyen formán. És mit mondott a pelikánokról, hogy az mi, az kinőtt az aszfaltból, és el kellett rántani a kormányt? Vagy, ugye, mert az volt, hogy azt mondta, hogy egy átrepülő pelikán megzavarta. Aztán visszanézték ezt a videót a bíróságon, kiderült, hogy nem volt átrepülő pelikán. Mennyire rossz átrepült. De mi más repült volna, hogy pelikán, nem? Igen. Meg átment két rák az úton, tudod, tehát teljesen életszerű. Utána pedig azt mondta, hogy lejtette a telefonját, és ezért vesztette el az uralmát az autó felett. Ez már nehezebb egy kicsit bizonyítani. Egyébként ez most igaz vagy nem, mert erről nincsen felvétel. Picit hitelesebb, nem? Meglátta a pelikát, annyira meglepődött, hogy elejtette a telefonját. Egyébként menet közben telefonált. Hát ez se okos. Csak a kezében volt. Aha, csak a kezében volt. Meg igen. El akarta vele hesegetni a pelikát. Egyszer megpróbált ezt a Bugatti Veyront ellopatni, nem sikerült, lebukott a biztosító cégnél, egyszer pedig megpróbálta felgyújtatni. Hogy gyújtsák fel neki a Bugatti Veyronját, hogy ugye hát akkor is fizet neki a biztosító. Elolvastam ezt a cikket, és eszembe jutott a régi nagy hőskorszak, amikor is emberek ezrei biztosítóztatták a saját autójukat. Emlékeztek? Ennek volt egy... ennek egy óriási hőskora volt Magyarországon. Csak úgy, mint egyébként sok minden másnak, ennek is. Nekem volt egy nagyon kedves gyerekkori barátom, akinek volt egy ilyen Fiat motoros, fapados, ilyen kis, hogy hívják, olasz sportautója, és annak hogy nem a szélvédőjelen mindig volt valami gond. De most el nem tudjátok kezdeni. Tehát soha nem egy pici kis felverődés volt, hanem mindig valahogy pókhálosan összetört a dolog, és gyorsan kicserélték. És igen. De mindig volt egy kamionos. De mindig volt egy tartalék szélvédő is bent. Ennek többféle útja módja volt, ugye egy időben ment a kamionosoktól, a teherautósoktól a betétlap, rátment, neki nem emelkedett a kötelezője, belefért, vagy vettél rá lopott alkatrészeket, törve azokat te föltetted a kocsidra, leszetted az eredeti alkatrészt, föltetted a törött alkatrészt, arra még kicsit rátörtél, lebiztosítóztattad, majd a hibátlan egyébként hát teljesen sérülésmentes eredeti alkatrészeket visszatetted az autódra. Hogy tudom, ezt ilyen látom, te is rengeteget olvastál erről a Zsaru magazinban. Hírek gyerekek, annyi... Rohadjál meg! Most nyilvánosan megvádoltál, hogy biztosítottam az autómat. Hát csak megpróbáltam visszahozni az árát. Nem értem, nem értem, hogy miért vagy ilyen. Szóval a dolog tényleg egyébként úgy ment, hallottam. Uh-huh. Azért, mert jól értesült, hogy ne nézzetek rá, milyen kérdezem, nem biztosítottam autót soha. Aha, nem, hát hallottad, de amikor... Nem ugye... is te, hanem a szerelő. A ítélethirdetéskor. bevitted az autódat, odaadtad ezeknek a srácoknak, akik ezt ugye nagy üzemben csinálták. De ez tényleg nem én voltam.
Föltették rá ugye ugyanolyan színű bontóból szerzett törött alkatrészt, még egy kicsit rátörtek az autóra, a biztosítónál volt ember, az éppen befotózta, igen, ennyit kaptam. Befotózta, majd ugye a te hibátlan alkatrészidet visszatette. Ez csak egy útja volt nyilván annak, hogy te hogy biztosítóztattad le az autódat. De hát ez évekig ment. Nem tudom most mi a helyzet. Hát a 90-es évek vége, a 2000-es évek eleje, ott ez gyerekek, ez... Most biztos... már nem lehet állítólag megcsinálni a dolgot, azt nem tudom egyébként, hogy hogy küszöbili ki a biztosító, de most ami divat, az a házra való biztosítás, és akkor vihar, mert hogy az idén ugye tele volt viharkárral, és az van, hogy veszel bontott cserepet, ami törött. Aha. Bontott cserép, ami törött, megveszed. És leszeded az igazit, hasonlóképp, mint az autónál, fölhordod a törött cserepet, lefotózod, igen. Leveszed a töröttet, visszarakod az eredetit, aha, és felveszed a pénzt. Így van. De szerintem most már kiokosodtak, nem? Igen. Szóval, hogy azért valahogy ők is fejlődnek, gondolom, hogy azért ezekre rájöttek. Tehát ma már azért ez a meg oda mész, és akkor ilyen colstokkal lemérte, hogy a két ütközés hol volt az autón, kékszínű, és akkor jó, utalt neked a biztosító, saját számla, nem fizetted ki, eltetted a felét. Ez ma már egy kicsit máshogy megy. Most nem? Például ugye már úgy fizetnek csak, hogyha azt hiszem, hogyha például a cserépről hozol számlát, hogy azt te megvetted. Uh-huh. Érted? Tehát kell még egy harmadik és akkor meg kell mutatni a cserepet is egyébként? Hát valószínűleg, kimegy a biztosítás, és akkor mondja meg, nézze mennyi cserepet lerántott a ház alatt. Mi? De ez magának zsing ideje van. Ja? Átfújta a másik házra, a rohadt anyát is látta. Csináljunk megint egy olyan fél órát, amikor mindenki könnyített a lelki ismeretét. Már nem rátok gondolom. Miután én könnyítettem a autót. Nem erre gondolok. Sötét múlt. Nem erre gondolok. Írja meg nekünk az a hallgató, aki valamilyen utomódon átverte a saját biztosítóját, hogy hogy csinálta. Ha elrontott direkt egy Turmix gépet, mert az is le volt biztosítóztatva, az is jó. Ha kalapáccsal összetörte a tévéjét, az is jó. Ha valaki autót törögetett régen, írja le a módját, hogy hogy lehetett a biztosítótársakat átvágni. Nem nagyon ismerjük azért ennek az összes csinyát-binyát, de van egy-két elképzelésünk, hogy igen, 96-ban én háromszor lezúzattam az autómat, így és így csináltam. Ezeket az SMS-eket utána megsemmisítjük, a laptopokat elégetjük, és mindenféle bizonyítékot eltüntetünk. Tehát aki legalább egyszer átverte már valamilyen utomódon a saját biztosítóját, ez lehet nyaraló, ház, tényleg kocsi, bármi, az írja már nekünk, hogy mennyi pénzt kapott és hogy csinálta. Na, ez érdekes egyébként, persze. Remélem, hogy sokan írnak. Illetve akik hivatásosan ebből éltek, azok is írhatnak nyugodtan, nem adjuk ki senkinek a telefonszámát. Én nagyon sok egy kacét megkaptam azzal, hogy megfogadom a tanácsát annak a fiatalembernek, aki egy szórakoztató elektronikai cuccokat gyártó, illetve forgalmazó cégnél dolgozott, és azt mondta nekem, hogy ha már voltam olyan okos, hogy mondjuk ilyen meghosszabbított jótállást fizettem ki a monitoromra, ami otthon van is egy elég jó minőségű monitor, akkor csináljam azt, hogy még mielőtt lejárna, véletlenül könyökkel, amikor hát megyek kifelé, mert hallom, hogy a gyerek nagyon hangos a konyhában, és akkor lökjem le könyökkel, és akkor nem volt szívem. Megmondom őszintén, hogy egyrészt nagyon jó minőségű kóreaici gyártotta. Hát, most mondok neked négy embert, aki az iPhone-jával ezt csinálja, figyelj, és abból hármat te is ismersz. Igen. Garanciát vesz az iPhone-jára, és mielőtt az lejár, és belekönyököl az iPhone-jába, visszavisz, és kap egy vadonatújat, hogy négy éve ezt játszott. Semmi baja nincs, tényleg nem a nyomorult magad monitornak, érted? És nem, egyszerűen nem volt szívem megcsinálni. Tehát, hogy így nem. De gyerekek, ezzel legalább egyszer mindenkinek élnie kell. De basszus, hát jó. De nem tudsz. Nem értél igazán, ha egyszer nem töretted össze az autódat. Ha még nem vittek el rendőrök a házadból, és nem töretted össze az autót, nem értél igazán, hidd el. Nem, tényleg. De hogy ezt tényleg sokan csinálják. Tényleg csinálták életem régebben. Életem az egyetlen, akinek ez nem jön be. És nem törted össze? Nem csináltad meg? De hát a kollégája mondta ki, mi, hogy hagyjam már. De hát látszik a könyök nyoma. Hát sajnos nem tudunk fizetni. Viszont a laptopot elkopozzuk és átadjuk horvát főtörzsnek, legyen szíves befáradni az irodába. Na, van egy kis segítségünk a témában, mert hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy az autósok régen milyen trükkökkel próbálták átverni a biztosítókat. Hámori László, a Gekosz elnöke itt van velünk. Gekosz, hello, Laci, jó reggel. Hello, szervusztok, üdvözlök mindenkit. Na, hát gondolom, hogy te egy fejből tudsz mondani nekünk 85 olyan történetet, amikor is autósok próbálták meg átverni meglehetősen fura módon a biztosítókat. És mondjuk lebuktak. És nem csak saját sztori. És igen. igen. És nem te voltál, igen. Hogyne. De hallani rossz, hogy ilyet mondtok, hogy én voltam. Na, a lényeg az hozzá, hogy rengeteg történet van, de ezt a Veyront egy kicsit vesézzük már ki, mert ez annyira a csőrömet piszkálja. Elmondom neked, mi a történet, hogy ott ugye nincs alul vagy túlbiztosítás, mint Magyarországon. Tehát ott bebiztosíthatsz egy 1 milliós Bugatti Veyront, te bebiztosíthatsz 2,2 millió dollárra, nyilván a havidíja annyi.
Igen, az nagyon komoly havidíj lehetett. Igen. Úgyhogy amiből mi szépen éldegélnénk itt Budapesten, így fütyörészve költögetnénk azt a pénzt, amit ő erre havonta fizetett. De láttad ezt a videót, hogy bemegy a Bugattival? Én megnéztem ezt a videót, és levert a víz. Szóval ilyen egy lúzer embert, nem is tudom, hogy aki valahogy ennyi pénzt összegurított magának, összekapargatott egy gerebjével, mert nem tudom elképzelni, hogy ez milyen fifikás módszerre szedte össze a vagyonát az ember, hogy utána ilyen béna legyen, szóval ez egyszerűen hihetetlen. Szóval azt kell mondanom, hogy itt madárról szó sem volt, a madár maximum a kormánykeréknél ült. Igen, úgy, ő pelikára hivatkozott, aztán ugye a leeső telefonra, pelikán. Tehát hogy nagyon fura. Nem csodálkoztam volna, hogyha virágnak hívják az ember. Igen. Na, de hát gondolom, annyira hihetetlenül rossz történet, hogy már szép. Tehát abban szép, hogy egyszerűen nem is értem, hogy történt. Hát, valószínűleg neki nem volt meg az 1 millió erre kölcsönkért, összetarhálta, vett egy Bugattit, megpróbálta magának visszahozni, plusz keresni rajta és visszaadni azt, amiből ezt megvette. Balázs, ez kizárt. Szerintem ez kizárt. De akinek van 50 milliója, hát az nem csinálja ezt meg, hát ott nem kell. Igen, nem? Ez ami a nagy talány ebben a dologban, hogy egy ilyen autónál legyen az akár valamilyen főherceg vagy király. Olyan komoly átvilágítást csinál a biztosító társaság, mind az autó, mind a tulajdonos vonatkozásában, pláne, hogyha ekkora a biztosítási összeg, és pláne, hogyha duplán túl van biztosítva, hogy kizár dolog, hogy ezt valami homeless nevén, valami Stroman végigfuttatná. Ez kizár dolog. Tehát ez, azért mondom, hogy ez nem lehetett egy... Ezek inkább mi vagyunk. Igen. Igen, de itt a nullák se stimmelnek, nem, hogy a végén a pénzeszköznek a jele. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon... Jó, nézzük a magyar eseteket, hogy mire emlékszel, vagy mi az, amit itt kapásból tudsz mondani, amikor teljesen egyértelmű volt, hogy itt nyilván nem egy közúti baleset történt, hanem valamiféle ügyeskedés megy, és az autót megpróbálják letörni, lebiztosítóztatni, külföldön megtörni, behozatni. Igen, hát nagyon sokáig divatos volt az, hogy külföldről behoztak törött autókat, ugye hát azt olcsón megveszik ott, majd szépen megkötötték rá a magyar biztosítást, levizsgáztatták, ahogy annak rendes módja szerint meg kell történnie, vártak egy kicsit, pihentették a járművet, majd itthon is bejelentették. Hát éppen annyi eszük volt ezeknek a biztosítási csalóknak, hogy annak nem néztek utána, ugye buta fejükkel, hogy a németországi balesetet szintén az Allianz rendezte, és a magyarországi balesetet is az Allianzhoz gurították be. Valahogy összeértek a szálak, nem? Egy rendszám alapján, vagy egy alvásszám alapján azért ezek gyorsan összeérnek. Igen. Az alvásszám alapján a képernyő elkezdett pirosan villogni benne a biztosítóba, amikor beütötték a balesetnek az adatait, és azonnal ugye jelezte a számítógép, hát itt nagyon komoly összefonódott számítógépes rendszerek vannak, azonnal jelezte, hogy itt valami nem stimmel, és az utolsó centiméterig az autó ugyanúgy abban az állapotban volt, mint ahogy Németországban szépen trélerről hazahozták. Ha másik biztosítóhoz viszi be, akkor megúszza? Nézd, erre nem lehet biztos választ adni. Nagyobb lett volna az esélye. Igen, az biztos, nagyobb lett volna az esélye. De hát ez mind azon függ, hogy a biztosító társaságnál az ügyintéző, vagy a kárrendező szakértő mennyire... Volt zsebben. Mennyire, nem erre akartam kitérni, mert az a magyar eseteknél most már nem. De régen volt azért, mindjárt, nem? Volt, tehát régen ez az nem. Emberen van a biztosító, oda ment, szólstok, lemérte, aláírta, kitöltötte, tehát ez régen nagyon ment. Tehát itt attól függ, hogy az ügyintéző átfuttatja az egész rendszeren az autó élettörténetét, hogy talál-e valamit. Ezt minden esetben nem lehet minden ügynél megcsinálni, mert annyi káresemény van, hogy kizár dolog. Amivel egy kicsit gyanú merül fel, ott ezt megcsinálják, és általában találatot jelez a számítógép. Na most térjünk vissza akkor a régi időkre, meg a szakértőkre. Hát ugye ezt mindenki tudta, hogy ez az összefonódás megy az autósok és a kártfelmérő szakértők között. A régi időkben, ugye, nem most arról beszélek, mert most már ez nincs. Miért nincs? Azért nincs, mert egyszerűen elvágták az összefonódási szálakat a biztosító társaságokon belül, ugye, hogy nem mehetett ez egy embernek a kezén át, csak hát a több emberen átfutott ez a káresemény, és a kárrendezési eljárás is. Egy ember nem tudta volna ezt elintézni, ehhez kellett az osztályvezető helyettes, kellett a különböző pénzügyi előadó, stb. Még végül odaállhattál egy jó 3 órás várakozás után a kasszához, mondjuk a régi időkben a Gvadányi úton ott volt a központi kárrendezési egység jó 20 évvel ezelőtt még. Tehát bemettél reggel az autóttal, összetört, ha
Én ezt csak hallottam, tehát hogyha volt megfelelő ismerettséged, akkor délután már a kasszánál állhattál sorba a készpénzért. Na most a mai világban ez már megszűnt. A biztosító társaságok központjai és kárügyintéző egységei vidékre költöztek. Ott azokban az épületekben, azokban az irodaházakban ügyfélfogadás nincs. És a biztosító társaságnak az ügyintézői, aki ebben a lánc folyamatban benne vannak, soha nem találkoznak egymással. Csak kizárólag elektronikus formában, illetve telefonon értekeznek egymással, vagy még úgyse. Tehát már akkor nincsen. Igen, hát igen, a 90-es évek vége volt ez, közepe vége, igen, hát ez igen, akkor ezzel nagyon... megszüntették ezt a lehetőséget, hogy ugye itt összekacsintás legyen cégen belül. De hát aztán voltak itt olyan ügyek, hogy az embernek a haja égnek áll, szívesen elmondanám a biztosítástársaság nevét is, de nem szeretném, de volt ott is, hogy ugye ott sem hát angyalok dolgoznak, sétálgatott ebédidőben a folyosón, és meglátott ugye egy ilyen kis csekktömböt az asztalon a nagyon okos ügyintéző. Hát gondolta, hogy ő az zsebre vágja, mert ugye régebben ugye készpénzbe fizetett a biztosító, ott helyben a kasszán, utána kitaláltak, hogy ilyen csekket adnak, amit be lehet váltani a bankba. Na, hogy talált egy ilyen csekkfizetet, 100 lapos volt a csekkfizet, azt hiszem 92 vagy 93 kitöltetlen Bianco szelvény még benne volt. Annyi esze volt ennek a agyafurt bűnözőnek, hogy minden nap átment a szemközti OTP-be, vagy nem is tudom milyen bankba, és kivett 1 millió forintot. Nem ment el Nyéklát házára, és ott bement a takarék szövetkezetbe, és kivett 862.725 hát forintot. Hova? Hát minden nap tízszer 1 millió. Minden nap átugrott, egy milláért átugrott, amíg ugye a pénz helyett egy ilyen karprecet dobtak rá ott a bankba, mert ugye a bankosoknak tűnt föl, hogy ez az ember vajon miért jön ide minden nap 1 millió forintért. Tehát volt pro és kontra példa, hogy mi ment régen. Hát jó, nem volt mindenki okos azért, dolgozó, aki... Érted, ő ebédidő ment csak, hát munkaidő volt, érted? Hát munkaidőben nem megy ki, nem megy ki pénzért, igen. De nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként, hogy ki hogy vágta át a saját biztosítóját, igen. Jó, hát a lényeg, hogy ez ma már azért tényleg nem így működik. Nagyon meg. Nehezen megy, ugyanis igen. A biztosító társaságoknál nagyon komoly irodaházak vannak, és ott egy szinten csak kifejezetten ilyen biztosítási ellenőrök, de hát ezt tudjuk nagyon, hogy nem ellenőrök, az a biztosítási nyomozók dolgoznak, tehát egy komoly egysége van minden biztosító társaságnak erre, hogy felfedje ezeket a biztosítási csalásokat, illetve a biztosítási csalási kísérleteket. Laci, nagyon szépen köszönjük. Nagyon nehéz ez. Óva intek mindenkit, szóval hogy ne a Feri ne csinálja. Most éppen egy bontó oldalát nézeget, hogy törött el motorháztetőt tesz az alfájára, de akkor ezt már ne csinálja. Semmiképpen nem javaslom a Ferinek se, és egyetlen egy hallgatónak se, ugyanis komoly szankciókkal jár most már, hogyha valaki lebukik egy ilyen eset után. Bünti lesz? Hát ahol, hogy ne. Hát igen. A biztosítótársaságok nem erőltetik a büntetőeljárás megindítását, valamikor már egyszerűen nem tehetnek mást, mert annyira egyértelmű a helyzet, hogy kénytelenek büntetőfeljelentést tenni, nem is egy, nem is kettő, hanem tucat számra előfordul ez, úgyhogy nagyon kell ezzel vigyázni, óva intek mindenkit ettől. Laci, köszönjük! Jó munkát nagyon neked. Nagyon szívesen állok rendelkezésre, máskor is hívjatok. Ciao, köszönjük, szia, Gekosz elnöke. Köszönjük szépen, ciao. Hát gyerekek, nem hiszitek el, mennyien verték át a saját biztosítójukat. Tehát az SMS falunk az konkrétan lefagyott. A tetőkár, a szendvicsütő, a mikro, a tévé, mindennel. A biztosítónál így jegyzetelnek, ahogy olvasod őket. Igen, a saját kezét, hüvelykujját vágta le, törte össze, hogy kapjon pénzt. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49, múlt 2 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, a felesége még mindig a Váci vonaton ül, röpke másfél Jézus. Órája. Isten áldja a mávot. Kossuth idején gyorsabb. Kálmán, gyerekek, ez tényleg tragédia. De ez tényleg tragédia, hogy minden nap szorongva kell felkelned azért, hogy vajon ma beérsz a munkahelyedre. Nem? Ez teljesen nonsens. És most ott üldögél, szegény vagy? Hát nem, a Váci vonaton ül. Aha. Tehát, hogy másfél órája ott de mert ül. Áll ugye a szerelvény. Áll a szerelvény. És hát, mi lesz? Ja, elkezdesz menni a busz felé? Vagy nyilván más? Nem, mert nem tudod, hogy mikor indul. Leszállsz, amilyen pehes vagy, azonnal elindul. Még tudsz neki integetni az állomásról. Másfél órája ott ül, szegény. Kálmán küldte ezt nekünk. Hali, az M5-es 24-es kilométerénél az M0-as előtt Budapest felé 3-as kocca leállósában helyszínelnek. Torlódás van, kb. 1 kilométeres a sor, de lassan halad. Moli küldte nekünk. Áll az M0-as, az M1-es felé a 22-es kavicstól üzeni massza, és a 4-es úton Vecsésnél mérnek befelé.
ezt is. Köszönjük szépen. Na nézzük akkor az SMS-eket. Ugye a biztosítási csalásokról beszélgettünk, hogy ki hogyan próbálta átvágni a biztosítóját. Az esetek nagy többségében azért ez sikerült, már mint ami az SMS-ekből kiderül. Ki kisebb, ki nagyobb összeggel próbálta lehúzni a biztosítóját, sokszor egyébként a biztosító fizetett. Írj egy hallgató, hogy arról is érdemes lenne beszélnetek, amikor ténylegesen kár keletkezik, mennyire nem akarnak a biztosítók fizetni. Ezt most szándékosan nem kevertük bele, ez egy külön téma lehetne, amikor viszont tényleg valódi kár van, és jogos a kárigény, hogy azért a biztosítók sokszor, nyilván nem minden esetben, hogy mit tudnak szívózni egyébként, és hányadik papírt kérik be, az is nonsens. Tehát aki egyszer egy ilyet végigcsinál, az örökre megutálja az egészet. Igen. Szomszédomban történt lakástűz után 500 ezeres káromra adtak 120 ezeret, és mindent én hoztam helyre, nem hívtam szakit, írja Kriszti. Jó, ez egy másik téma, de azért beolvastam. A tetőt levitte a vihar. A szakértő javaslatára 3 nap múlva újra bejelentettük. A szakértő javasolta, hogy 3 nap múlva lehet újra bejelenteni. Ezt most nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de Toma írja. Következőt 20 éve egy ismerősöm kötött egy magas szintű osztrák biztosítást, majd vonattal vágatta le könyöktől lefelé a bal karját. Hát, na, ezt nem hiszem el. Bejelentette a biztosítónak, hogy berugott és vonat alá esett, azok persze élből elutasították, mert az ittasság kizárók. Egyébként a nyilván vezetésnél is kizárók az ittasság, ha te bármiféle kárt okozol. De érdekes az SMS. Ha ezt megcsinálta ez az ember, akkor egy nagyobb buta ember volt. Szerintem vannak ilyen. Nagyon buta ember volt, tehát hogy ott azért simán előfordulhatott volna az, hogy közben azért lebolintja a vonatot. Igen, a fejed tehát, hogy ott nem csak a karod marad. Igen. Hát, de ha jó. Valós, hogy kézzék el. Ja, csak így ráfekszem, és igen, benyújtam a kezem. Igen. Így, ez lehet, egy kicsit fájni fog, de gondolj arra sok silingre. Igen. Mennyi egy alkar? 3000 osztrák siling? Mennyi fizettek? Kolontári devecseri iszapkatasztrófa során egy devecseri lakos megpróbált pénzt kicsikarni azzal, hogy ő is az áldozatok egyikének áltázza magát, de miközben vödörrel odahordta a vörös iszapot a házhoz, körbekente azt, nem vette figyelembe, hogy körülötte semmelyik házat nem érintette a vörös iszap. Gondold el, Szotyi küldte nekünk, érdekes SMS-ek vannak. Egyik ismerősöm apja a kazánházukat gyújtotta fel egyszer, aztán még egyszer. És ha már olyan jól sikerült mindkettő, akkor a kocsmájukkal is megcsinálta. Nem derül ki, nyilván utalta biztosító, igen. Németbe tört a Renault Thalia háta, lámpánál befékezve, a német biztosító fizetett elég szépen. Igen, ezt is sokan csinálták, hogy magyar autót vittek ki Németországba, és ott törtek. A csavar ott volt a történetben, hogy a Thaliát ott nem forgalmazták, így a Renault Megánt vették alapul. Ugye? Aha, igen. Itthon megcsinálták a gépet, és vissza egyből Németországba. A ház is összejött belőle. Okos. Igen. De ez a befékező sztorival ugye az a gond, hogy egy mögötted lévő autót is összetörsz. Hát ezzel. Ez sajnos ez így történt, igen. Vagy pedig felhajtósáv van az autópályára. Tehát, ahogy jössz föl, igen, a gyorsítósávra bejössz. Te jössz az autóval, amit össze akarsz törni. Igen. Mész föl az autópályára a gyorsítósába, jönnek mögötted. És megvárod, amíg ő jön, de ugye ott te nem lassítasz, csak benézel balra, hogy jönnek-e az autópálya mögötted. És ezt figyeled a tükörbe, és abban a pillanatban nyomsz egy kövéret, és hátulról beléd vágodnak. Golf 2-es, Golf 3-asokat elég sokat törnek így össze, vagy törtek régen. És a hátsó hibás, kiszálltok, betétlap, és aztán megcsinálod. De ez már, tehát figyelj, így... Mert ha csak a számra vitték ki a magyar autókat Németországba, ha csak a biztosítót verted át a cseréppel, amit én, az se oké. De azt jobban el tudom nézni, mint hogy úgy keresel pénzt, hogy egyébként egy mögötted jövő autósnak tönkretesz. Feri, van megoldás, megmondom neked, mi az, nem kell bántani semmiképpen az német állampolgárokat, nem kell kárt okozni. A haverod jön mögötted egy Renault Thaliával. Az egyik hátul van összetörve, a másik elől van összetörve. Két Thalia, két megánár. Igen. Jó, de nem volt, amikor betonfalnak rohansz meg, tehát sok alternatíva van. Pár évvel ezelőtt a tél folyamán a gardróbunk bepenészedett, a klímaszerelőtől szereztem igazolást, hogy a gardróbon keresztül menő cső repett meg a külső falnál, és az abból kifolyó víz miatt ázott be a fal, 60 ezeret fizetett nekünk a biztosító, írja Niki. Nekem még fiatalabb koromban volt ez az eset, kiégett a számítógépem, és rá 2 napra volt egy hatalmas vihar. A biztosítónak azt mondtam, hogy a villám belecsapott a házba, és így történt a baleset. A biztosító meg se vizsgálta az esetet, azonnal kifizették a gép árát, ami 100 ezer forint volt akkoriban. Uh-huh. És azóta is ketyeg az új gép, amit abból vettem. Na. De szép hülye, meg mindenhova feszültségvédett hosszabbítókat vettem. Betegült. Drágák voltak, és a biztosító se fizet. Még a telefonot sem mered összetörni.
elaludtam vezetés közben, árok lett belőle, majd azt mondtam, hogy ő zugrott elém, erre elvitték a kocsimat szerelőhöz, majd mondták, hogy ütköztem-e vaddal. Erre persze mondtam, hogy igen. Mire jött a kárszakértő megnézni a nyomokat, erre elmentem a vadász barátomhoz, a falá lévő őzből kitéptem a szőrt, majd rákentem a törött kocsi. Rákentem a törött kocsi elejére. Fizettek. Hát, írja Cooper, de szép. 1987 Dorzsa György úti Warburg Service kárrendezés. Komálós volt ott mindenki, egy szakadt 353-as Warburgot 7 alkalommal törtem egy év alatt. Abból tudtam venni majdnem egy új Golfot. Régi szép idők, írja Gábor. Régi szép idők. Ez volt a legjobb az egész. Ez a régi szép idő. Kár, hogy a régi szép időkben már nem maradt semmi, hogy mondja a reklám is, igen. Régen a szüleim a konyhát akarták festeni, vagy kifesteni. Apu szétfröcskölte a kávét a falon. A biztosítót kihívták, hogy felrobbant a kávéfőző. A biztosító az utolsó konyharuhát is kifizette, amivel a kávét kellett feltörölni. Hányan verték át a saját biztosítását? Micsoda fertő ez, nem? Fúj! A ház külső homlokzati falát spricceltem ívesen virágpermetezővel, ezzel szimulálva a fürdőszobai csőtörést. Simán fizettek. Meg is lett a fürdőszoba felújítás egy részére a zseton. Ezt Csaba küldte nekünk. Anyám egyszer kalapáccsal próbálta eltörni az ujját. Napokig marhára fájt neki, de nem tört el, így még a fájdalom díj is ugrott. Így egy hallgató nem írta alá. Balatoni parti kemping, vihar levert pár cserepet, mi leszettünk nagyon sokat, és kivágtunk egy az épület mellett álló fát. A biztosítónak azt mondtuk, hogy a vihar rádöntötte a fát a tetőre. 500 000 forintot fizettek, pár cseréből új tető lett. Hát hová tart ez a világ? A mamának üzenem, hogy állítólag van egy olyan módszer, hogy egy krumpliba lukat fúrsz, ráhúzod az ujjadra, és komolyan, igen, és rajta hagyod, igen, egy ilyen fél napig, és annyira elgyengül, annyira elpuhul, hogy utána egy kisebb kalapáccsal is. Nagyobbat ütve rá. Mennyi pénzt vettél így föl a Vörösvári úti STK-ból? Mennyi? Elhittem, hogy Jani 240 forintot. Ment úgy karácsonyozta, hogy mindegyik... Csak erre a durva csúnya görbe újra. Jani, edd már meg azt a karácsony vacsorát. Nem tudom, mindegyik ujjamon krumpliban. Nem tudok játszani a játékaimmal. Már megint bábozol? Apa, leveltem a krumplikat az ujjamról. Sokszor csináltad, mi onnan igen, ismered, és persze. És a jobb lábfejem pedig apám beledugta egy dinnyébe, de az nem jött össze. De próbáltad ezt a krumplit? Skamu? De miért próbáltad, lóvé? Hát szerintem. Suliba? A feleségem is. Hogy ne kelljen írni. Miki mondja, hogy próbálta a krumplit. Nem működik? Elmond már. Kamu? Tényleg próbáltad? Próbáljuk ki. Milyen bevállalat? Tesz a lelke szerdára. De rajtad van egy napig. Nem, te húzd, ahova én mondom. Én. Az olyan hajlék, hogy sose törik el. Micsoda. Az enyém bemegy egy eskanyarba is. Úgyhogy. Az nem törik el. Ha a krumplit húzom, abból nem szívja ki a kálciumot soha. Mert azt tudom, a kréta valóban csinál lázat, de ez a krumpli, ez szerintem hülyeség. Na mindegy. Csötörés volt nálam 10 éve, a biztosító kifizetett 180 000 a parkettára, azóta is ugyanaz a parketta a lakásban. Ilyen jó. Untam a mobilomat, és mivel biztosítva volt, bedobtam a mosógépbe egy fehér hosszú programra. Majdnem bementem a boltba, és kaptam egy új telefont, de már modernebb és újabb modellt. Majd bementem. Aha. Hát mondom, ezt azért sokan csinálják. Panel lakás felső emeletén beázott 3 éve a plafon, mivel a garderobot nem csináltuk meg, ez minden évben, ha a 13. havi fizetésem körül 130 000 fizetnek. Egy beázásra? Biztosító, az szép. 87-ben betörtem magamhoz, 250 000 kaptam. Na és ez még ez a podgyászellopás? Utazás közben igen. Megérkezel Feri egyre, ott hányan csinálták? Tudod, mennyire egyszerű ellopatni a saját podgyászodat? Mesélje, hogy csináltátok? Elmész Yorgos Travellel. Emlékszel Yorgos Travel? Igen. Elmész mondjuk Korfura, Yorgos Travel. Jössz vissza, és megkéred az egyik barátodat, hogy sétáljon ki a csomagoddal. Ugyanis ezt nem tudják visszanézni, még nem is tudják abban a forgatagban. Fölrakja a csomagját a kocsira, és fölrakja a te csomagodat is a kocsira. És hiába jön nekik a papír, hogy lejött, megjött, és szépen kisétál a te csomagoddal, te pedig ugye állsz, várod, nem jön, bejelented, és utána az egész utat visszahozod.
nem csinál, nem, most ne nézzetek írem, azért, mert tudok ezt sztorit. Jó, jó, tudjuk, olvastad ezt, és mint a kocsi biztosítanást. Nem én csináltam. Kisétál vele Feri egyen, a zöld folyoson, te pedig bejelented egy eltűnt csomagot, és persze benne volt a kamera, amire szerzel számlákat. Istenem, az a két amfora, a négy üveg húzó, a metagszág. A nyolc kínai vázat. És a három csomag baklava. És így biztosítoztatták le ugye a saját podgyászukat. Aztán azt kellett számlával igazolnod, hogy ott van fényképezőgép, meg stb. Tehát beszerezted a számlákat, és visszajött a nagy családnak a jorgoszi kirándulás. A jorgoszi? A jorgoszi kirándulás. A számlákat megszereztél a számlagyáros haveron. Nem én voltam, ezek csak hallottam. Hát ez micsoda fertő. Gyerekek, vannak rossz életű barátaim, akik azóta már jobb útra tértek, de ezeket mind így nagyon van. Jól ismerik. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk Balatonfüreden, az Annagóra Aqua Parkban. Az is vizes, aki ma úgy tervezte, hogy nem megy vízbe, aki vízbe van, az még vízesebb, de talán most annak a jobb. Gyerekek, abszolút megteltünk, itt vagyunk, úgyhogy tényleg, még érdemes elindulni. 1450. Már csak 50 ember fér be. Úgyhogy itt vagyunk, és nem sokára Vézolika a színpadon. Vézolika vagy ötödik Zolika, ugye ezt még nem tudtuk megfejteni, de nem sokára elénekli nekünk a nagy sikerű slágerét, melynek címe Balaton. Történelmi pillanat. És ír egy hallgató, gyerekek, nem akármekkora sztár Vézolika, hiszen Queen az előzenekara. Föl kell vezetni. Mondja, mit akartál mondani? Hát, hogy az előző órában megcsappant a közönség, de a koncertre... Mindenki. Gyerekek, hát a koncertre mindenki kíváncsi. Mérnek a rendőrök sátoralja új helyen, a Kossuth Lajos utcán. Balázs marad ilyen pozitív. Üdmeli. Abszolút. Uh-huh. Ebben az időjárásban mit kell meglátni? Nincs sorbálás, a narancsárga csúszdán. Mindenben meg lehet találni a jó oldalt. Nem, félig üres, félig tele van ez a pohár. Így van. Gyertek el, csúszdázatok, nem kell sokat várni. Nézzük a jó oldalát. Trafipax az 54-es úton Jakabszállás és Kecskemét között, ezt évig küldte nekünk, és az M0-áson kereket cserél valaki a soroksári lehajtó előtt. Ezt Zita küldte nekünk. Köszönjük szépen! Aztán gyorsan váltok mi egy-két SMS. A főnökön már csak a mai napra behoztunk egy rádiót a munkahelyre, hogy élőben hallgathassuk Vézolikát. Vigyázz, állásba várjuk a művész urat. Na, tisztelet. Gyerekek, ha Zolika nem kerülne elő, akkor a hangos bemondom, a mondosátok be, és én átadom. Üdv a lángosos. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Gyerekek, itt vagyunk, megérkeztünk. Nem látta valaki a naptejemet? Jött ez is SMS-ben. Na, gyorsan, előtt egy közérdekű, mielőtt Vézolikával beszélgetünk egy kicsit. Ugye 100 000 gumikacsa versenyez majd az év leglátványosabb családi rendezvényén. Augusztus 31-én leengedik ezeket a kacsákat. És ugye ezeket a kacsákat meg lehet venni, nem drágán, viszont amit nyer az ember azzal, ha befektet, az viszont nagyon komoly, mert hogy autót, utazás, szórakoztató elektronikai eszközöket és különféle ajándékutalványokat lehet majd nyerni. Mi történik? Belöntik mindenki kacsáját a Dunába, amelyik kacsa elsőként odaér, annak a tulajdonosa nyer egy nagyon szép ajándékot. Viszonylag kevés pénzért megveszel egy ilyen kacsát, kis befektetéssel nagyon nagy dolgot nyerhetsz, plusz ugye az UNICEF Magyar Bizottságát is támogatod ezzel. Mármint, hogy ugye hát átutalják a Magyar Bizottságnak. Így van, jótékony a kacsának is. Az alján van egy kis sorszám, innen tudják majd megállapítani azt, hogy kié volt. Tehát mert egyébként tök egy szormány. Ott nagy verekedés lenne az enyém, nem. Aki be tudja bizonyítani, hogy jövő a kacsa. Na, csak azért mondtam el, mert hogy itt bent az épületben, a melegedőben, ha lehet így hívni, ott kapható ilyen kacsa. Jó? Úgyhogy mi is indítunk majd kacsát augusztus 31-én, aztán meglátjuk. Ha nyerünk vele valamit, akkor kitaláljuk a sorsát. Uh-huh. Jani, átveszed? Ja, én szerintem átveszem, de remélem nem lesz olyan, hogy Balázs kacsáját 200 méterrel feljebb fogják majd a célhez egy picit közelebb elindítani a susnyásból. Az én utolsó kacsámat a Rókus kórházba hagytam. Igen. Azóta ott sárgult. Azóta az ott van. Na gyerekek, történelmi pillanat, mert hogy megjött hozzánk Vézolika! Hello Zoli! Jó napot! Jó napot! Vézolikát, annyit találgattuk ezt, hogy Vézolika, vagy ötödik Zolika, vagy ez egy becennév, ugye erről már beszéltünk, mikor fölhívtunk telefonon, de hogy Vézolika ez a név? Vagy ez csak ez egy... Ez a művész. De nem is Zolika? Zolika nem is Zolika? De. Jó, tehát ez megvan, igen. És a V meg a családi név. Ez van ez. Így van. Nehogy elmondj. Ez titok. Figyelj, a múltkor hasítottál valahol az M7-esen, és kiszúrtuk a turnébuszodat. Illetve pontosabban Feri csinált róla a fotót. Hova igyekeztél? Hát igyekeztem a Telekre.
mert elég nagy volt a fűjés. Ott igen, csak dolgozni kell. Csapattad a hetesen. De közben énekeltem. Aha. Énekeltél közben? Így van. És hol van a telek itt a Balaton környékén? Tehát nem árulod el a saját dalodat egy velencefürdői telekkel, nyugtass meg, nagyon helyes. A Balaton környékén van terve. Mekkora csalódás lenne, már nem, hogy a Tiszatót partjára tartottam. Micsoda lokál patrióta, így kell ezt csinálni. Na, sokat készültél a mai napra? Jó közel a mikrofont, jó? Készültem. Komolyan? Tényleg? Igen. Nagyon elegáns vagy, azt nézem, hogy nyakkendőben, piros nyakkendő, fekete rövidújú ing, fehér nadrág, sportcipő, tehát ma kirittyentetted magad. Általában így szoktam. Igen? Oh. Tényleg? Tehát ez a nyakkendő, ez, igen, mindig? Így van. De mindig ez a piros? Többségében így, nem. Ja, van, tehát van több színű. Most azon gondolkozom, hogy a kocsiban miben láttalak, de mintha ott is nyakkendőben lettél volna. Nem az volt. Na, figyelj, komolyra fordítva, ez a 45 ezerről ugye felugrották 200 ezerre. Mennyire érzed ezt, hogy, hogy kicsit így foglalkoztunk a daloddal? Mennyire lögtünk rajtad egyet? Tehát nagyon sokat. Tehát magyarul nagyon sokat emeltetek. Nagyon sokat. Ha, vannak meghívások, több a hakni, több a koncert. Mert akkor százalékot voltak kérünk. Voltak meghívások is. Aha. Aha. Jó, hát de valószínű még ezután majd csak lesz több. Hát ne viccel, hát ha most ezt itt berobbantod és letolod. Abszolút, persze. Kint jár a motorot, attól félsz, hogy megvernek és el kell majd menekülni, vagy valaki melegedik benne, mert hogy kaptuk az információt, hogy itt áll a turnébuszod és jár benne a motor, vagy a nejed ott melegedik, vagy mi történik? Nem? Elég rendesek az emberek, különben nem ver meg senki. De miért megy a kocsi motorja? Hogy nem megy. Ja, nem megy. Jó, már Tibi jött és mondta, hogy járó motor látta a turnébuszodat, de akkor nem erről. Zalika, mióta zenélte? 18 éves korom óta. Aha, és akkor így... Két éve? Hát, igen. Akkor így kaptál egy hangszert, és érezted, igen, hogy ez a te utad. Tanultam gitározni. Aha. És azt te játszod fel azt a dalt, te játszod azt a kis latinos verziót? Speciálban az elején? Barátod. Ezt mondtad így, hogy a barátod szerezte a zenét. Igen. Tehát együtt csináltunk mindent. Figyelj, a rímek, azok, ugye mi fejtegettük, hogy a tűzvíz, íz, lángos, nem tudom, azok tudatos keresztrímek, vagy bődületes mázlitok volt, és így jött ki. Vagy azok tudatos keresztrímek, mert ugye azok nem rímek, keresztrímek. Így akartuk csinálni. Kicsit közelebb nyugodtan a mikrofon. Kimondottan így akartuk csinálni, mivel a Balatonon, amit elénekelek, ezek a gyakorlatban is megvannak. Egyébként, hogyne? A lángos, az árnyék, a sör, a vízi bicikli, delfines csúszás, ugye a kedvenc részeid. A tűnő, a tálcámon keszek, tűnő ezresek. Kit érdekelnek a rímek, csak legyen benne. Így. De egyébként tényleg ez a Balaton, nem? Hát ez erről szólt. A lángos, a keszeg, a vízi bicikli, delfines csúszás, a jó idő, a csajok, hát minden. Ennek mindenki benne van egy generációs élmény ebben, abszolút. Jól van, egy ilyen kis bőröndel látlak itt járkálni utoljára, én ebben a póker zsetonjaimat vittem, ha játszottam valahol. Te mit cipelsz ebben, vagy mit viszel? Hát én a CD-jeimet hordom. Ó, de profi! Hoztam nektek is ajándékba. Zolika egy kicsi fémbőröndöt felütött, és gyerekek, 6000 darab CD van benne. Saját CD-t van, Zolika, azonnal. A viszem meg, a Janinak is, nyugtass jó? Nyugtass meg mindegyik eredeti, és nem másolt, ugye? De nehogy aztán itt lecsapjon ránk. És ez az egy dal van rajta, vagy remix, vagy csak több dal? Egy. Csak ez az egy. Hát nem hiszed el, nekem most van egy 2 órás utam visszafelé Sárvára. Kollégáknak is. De édes, hogy kollégáknak mindenkinek is. Nem kevésszer fogom ezt meghallgatni. Figyelj, csak mondom, hogy a CD is nyomott, gyerekek. Hát azért ez nem egy akár nem, ilyen nem. Kis és Vézolik a Balaton CD, gyereke. Zoli, nagyon profintolod te ezt, tehát nagyon komoly menedzsment áll a hátad mögött, abszolút, fotó a klipből, a borítón, nagyon-nagyon klassz, nagyon jó, koncertszervezés is leírva. Igen. Jó van, és osztogat, gyerekek, rendületlenül osztogat, igen. Na, csak az maradjon bent, akinek bent kell, jó, hogy Zoli ne legyen lámpalázas még ennél is jobban. 18 év után. Mit csinálsz, még akarsz valakinek CD-t adni? Persze, de már mindenkinek adták 2-t, Zoli. De még egy. Jó, még a fontos kollégának is adni. Igen. Én is kaptam egy 5-ös köteget. Vigyél haza is. Igen. Oké. Okay. Na, meghallgatjuk akkor ezt a dalocskát? Hogy igen. Édes, hogy a sluszkulcsadat szorongatod. Tedd már le én nem fogom mindjárt elvinni a kocsidat. Igen, én ezt megfogom itt neked nagy-nagy szeretettel. Pedig ha látnád. Figyelj, szerintem legyen ez a színpad így, és akkor ki tudsz dolgozni a közönség felé. Akarsz? Az jó, az legyen az, jó, hogy ott álltok. Legyen rendes igen. Koncert. A szakadó esőben mi nem küldenénk ki téged, de mindenképpen, hát azért itt nagyon sokan miattad jöttek, fotóznak téged. Nézd meg, Zoli, ez abszolút. Tedd fel a fülest kicsit jobban úgy, a fejed tetejére is nem is fog leesni. Itt remegő tinédzserek, fiúk, idősek, lányok, fiúk, mindenki várja a te fellépésedet. Hogy tenném már a fejed tetejére? Nem látod ott a ízét, dísznap szemcsét? Hát figyelj, az hozzá tartozik a szemhez.
Gyerekek, hát az a fotón is ott van, a klipben is ott van, az minden. A napszemeg, az... Igen, igen. De basszus, úgy toporgunk itt, mint hogy a NASA éjszakánkon lenni. Igen. Na! Figyelj csak, a következő helyzet, én szoktam általában fölkonfozni a fellépő művészeket, hajrá. De nem, most te csinálod meg, mert én ide állok, illetve azért, mert Vézolika a te felfedezetted, és a konf után gyerekek, őrüljünk meg! Igen. Őrüljünk meg Vézolikáért, és akkor kezdődhet na a gyerekek, buli. Hölgyeim és uraim, itt az Anna Góra Aquaparkban, a Sun City mellett, élőben, egyenesben, speciálban, csak nektek! A színpadon Véz! Újra a Balatonon, itt van már, kezemben a gitárom. Várok rád, hogy újra ív, azt, amit már százszor. Parton ülve énekeljünk, és jönnek, mennek a lányok. De csak téged imádlak én. Figyelem! Balaton! Tűnőben a nap, korzsom félén hab, táncámon keszek. Tűnő ezresek, hangol a brívás, lelkem táncot jár, nekem nem kell más, mert én most nyaralok. Oh! Nyaralok! Köszönöm szépen! Zolikám, hát micsoda? Hát micsoda koncert? Kifújtuk a szakma orrát, és ott volt alatta a te hangod, ráénekeltél a saját hangod, volt benne valami báj. Óriási! Óriási! Csak egyébként nem akarom neked mutatni. Igen. Pali, rám is gondolj, Vézolik a CD-vel. Írják a barátaim. Tehát nem gondolt, hogy ezek a CD-k nem fognak elkelni. Nagyon köszönöm. Igen, de durva. Egyszerűen hihetetlen volt az élmény, komolyan mondom, hogy így... Ne haragudj, hogy pont bejöttem, mert egyébként a közönség a vissza. Tehát az, Zoli, imádtuk, annyira drága vagy. Ugyanaz az érzés jött vissza, mint a Pecsában annak idején, amikor hallottam a Sepultúrától először élőben a Troops of Doom-ot. Most ez az élmény a második helyre csúszott vissza. Egyszer nem gondoltuk, hogy hiány jó leszel. Tehát hogy ez tényleg elképesztő. Zolikám, nagyon köszönjük nektek, drága vagy. A CD-ket mi kipakolhatjuk neked. A kocsit, már hogy a táskából vihetjük az összeset? Nem, szóljál már vele, nézd meg az összeset el. Gyerek, 6 barátom írt SMS-t, hogy rájuk is gondoljak. De aztán nehogy meglássuk, hogy ezt veszem. Zolikám. De egyébként, jattolunk. Ha meghívtok, igen? Balaton lelére nagyon szívesen el. Aha. Ugyanígy, ugyanebben a formában. Jó. Nem oszlatsz fel addig, jó? Ugyanebben a formában. Hogy tudnál még jönni? Hazudnám, ha azt mondanám, hogy most azonnal elgondolkozunk az ajánlaton, de megnézzük. Tessék? Ingyen és bérmentve. Ingyen és bérmentve. Na, nagyon drága vagy. Egy nem ígérjük, viszont Balázséknál lesz, hogy még jó néhány családi születésnap, ahol viszont szívesen lát. Jaj, köszönöm. Zolikán, imádunk, szeretünk, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Köszönöm szépen én. Lellét átbeszéljük, jó? Köszönjük szépen, drága vagy. Na, basszus, sajtot lehetne reszelni a hátamon, még mindig lútbőrözött. Gyerekek, azért ezt így élőben látni nem akármilyen volt, tényleg.
Viszont van egy dolog, amiről szeretnék még beszélni, mert hogy egyrészt számomra nagyon fontos és érzékenyen érint közben itt mindenki attól Zolikával. Zoli, köszi még egyszer, vigyázz magadra. Jó utat, ciao, ciao. Július 12-én, ha esetleg körbenéztek, hogy hol lehetek, vagy mit csinálok, igen, vagy eszetekbe jutok, akkor ne felejtsétek el, hogy a cirkuszok éjszakáján leszek majd. Hát, hoppá, hoppá, Istenem, ez Zolikának szólt. Kiment a stúdióból, és a vállán viszi a közönség. A vállán! A király elhagyta az épületet. Imádom. Szóval a cirkuszok éjszakája lesz, gyerekek. És Balaton Lellérre látogat egy cirkusz család, és jönnek többen. Négy afrikai elefánt is. Amivel semmi baj nincs. Ott születtek, vagy emigráltak. jönnek ők is, átemigráltak. Mambo, Mamba, Kimba, Tonga. Micsoda, jól hangzik. Micsoda eredeti neve. De hogy ezek az elefántok állítólag megmártóznak a Balaton vizében. Hoppá! Most hogy van az? Odafele. Tessék? Még visszafele izzadtabbak, vagy mi? Visszafele jobban melegük van? Nem, ott lesz ugye Balaton Lellén a cirkuszok éjszakája, ott a helyem, az érrendezvényem. De belemegy négy elefánt a Balatonba. De nem lesz. Ugye? Nincs. Csak kérdezem, hogy nehogy megint ugyanaz a híri kialakulja, mint néhány héttel ezelőtt. Itt hallom a Balaton átúszásnak a soha el nem múló, idén megint nem, most megint nem, ezen a hétvégén megint nem című rendezvénysorozatát. Na most mi van, ha ez a négy elefánt megint esetleg belegittel a Balaton? Hogy kutyát egy nem engedhetsz be? Négy új természetes sziget. Igen. Tehát itt nem fél attól esetleg a cirkuszok éjszaká, hogy Mambo, Tanga, Tunga, Nunda, Punda. Majd, akkor mi van? Ronda, Nuna. Mi van? Hogy lesz ez? Figyelj. Vagy ezeket akkor ott kifogják? Hát a múltkor hallottuk, mi történt Füreden, milyen ekoli, meg nem tudom mi jutott be, ugye, mert hogy beleengedtek valamiféle nem odavaló dolgot. Jó elefántban nincs ilyen baktérium. Nincs ilyen baktérium? Ezek rendes elefántok. Nincsen, úgy kell felfogni az egész, mint egy irgalmatlan nagy beetetést, egy hatalmas nagy bojlit, vagy gyakorlatilag négy hatalmas nagy bojlit. Hát azért ne felejtsük el, egy pár hónappal ezelőtt rendeltél nekem, mint ugye belga trüffelt, egy kis eledelt az egyik állatkertől, és hát arról az elefánt trágyáról gyakorlatilag kiderült az, hogy egy csodaszerről van szó. Tehát, hogy az a növény, amit abba temetnek bele, vagy ültetnek bele, az valami hihetetlen robbanáson megy keresztül, iszonyatosan jó hatása van a növényekre, és gondolom, hogy akkor a flórára, akkor a faunára is. Még több hal? Igen, vagy még nagyobb halak lesznek. Tehát majd elképzelheted, amikor majd ki kell mindenkit parancsolni a vízből a strandokon, mert a hatalmasra nőtt dévérkeszegek megtámadják a strandokat. Keszegveszély! Mentsétek a gyerekeket, mentsétek a gyerekeket! Istenem, az a gyerek nem tud úszni! Még kicsit fáj, hogy nem én vagyok ennek a rendezvénynek a műsorvezetője. Nekem is, úgyhogy szerintem gyerekek. Értem egyébként, hogy az elmúlt pár évad miért nem hívtak meg a cirkuszok éjszakájára a műsorvezetőnek. Nem egy jó, csak bennem felmerült, mert olvasgattam, hogy jön ez a négy nagy darab elefánt, akik szívesen fürdőznek majd, hogy nehogy azt tenni. Ez a Balaton átúszás, hát ez nem megy nekik idén szegények. Meg 26-szor hallom a saját híreinkben, hogy megint elmarad. Most hétvégére tervezték volna meg. Jövő hét szerintem még így egy hetet szokták tolni mindig. Akkor lesznek az elefántok 12? Július 12-én. Ez most lesz akkor. Ez holnap. Holnap. Igen. És lehet mosdatni őket, meg ilyesmi, meg oda lehet menni hozzájuk, és meg lehet fogdosni őket? Miért azt egy elefánt fogdosni? Miért kéne megmosdatni egy elefántot? Miért kéne megfogdosni? Abban még látok fantáziát. Én úgy tudtam, mintha ha meg lehetett volna, mert nekem mindig bejönnek ezek az ázsiai fotók, meg ázsiai felvételek, amikor azt látom, hogy... Igen, csak azt te a bondage.com-on nézegeted az ázsiai fotókat, tehát egy picit más, ezek elefántok. És azok csak vágóképek valójában. Igazából, valami előtte van, meg utána sokkal jobb. Igen, amiket te nézeget, azon 16 éves japán lányok sírnak nagyon. Tehát manga verzió van, tehát ez egy picit más, ez is ázsiai vonal, de hogy ezek elefántok egyébként, meg afrikai elefántok. Ezek a kisebb hüllek, vagy a nagyobb hüllek? Ugye? Hát... Várjál. Most bevittelek a málnát. Most igen, és én szerintem ez egy sarkalatos kérdés is. De azért, hogy ekkora a füle, hogy beleér a vízbe. Azért fél tízkor hiány nagyot kérdezni, nem? Hát... Azért. Na, gyerekek, van valaki, aki viszont lejött és nem lép színpadra. Hello, itt vagy, Tibi! Tibi! Szevasztok, azt akartam mondani egyébként, hogy Vézolika a gizdáskodás nagymester, amikor lejött a színpadról, úgy jött be a VIP sátorba, hogy előre dugta a kezét, és mindenkivel jatolt, hogy ugye rendben volt. Tehát halálfrankon először bejött egy jattolókéz, és utána jött Vézolika, aki mindenkivel jatolt, hogy szívesen. Tehát, hogy... Ő egy komplett csomaga, hogy lejön. Ő mindent kitalál előre, itt voltak abszolút a CD-k, volt itt ez a keresetlen elegancia, ami azt jelenti, hogy nem sokat keresgélhetett reggel a szekrénybe. Hülye vagyok, most elfejtettem megkérdezni, hogy a haját hol vette, a jófogáson vagy a vaterán. Azt nem akartam tőle.
szerintem még KGST piacon. De imádom, gyerekek, gondolkozom rajta, hogy, hogy én ezt szerintem vinni kell tovább Lellére is ezt a produkciót, tehát hogy ezt nem szabad elhagyni. Mindjárt lesz mikrofon. Igen. De egyébként, hogyha nem tudtam volna, hogy ez valóság, és lejövök arra, hogy Vézolikai parókában nagyon plébekkel egy ilyen műstúdióba, és közben esik az eső, és egy üres medencének beszéltek, akkor az azt mondtam volna, hogy álmodom. Tehát, hogy... Én nekem az egész műsor alatt az az érzésem, hogy én útközben ide meghaltam, és ezt már csak álmodom. És egy ilyen közös nagy kollektív szürreális álomban vagyunk benne itt a mínusz 16 fokban a Balatonfüredi strandon egyébként. Hát abszolút, hogy pont mondtam a páromnak, hogyha valaki egy picikét utálak, az most nagyon röhögjön. Tehát, hogy én tegnap lekiindultam, kiütöttem egy napot, hogy most Balcsi élmény, lejövünk, abban a pillanatban beáll 15 fok, jégeső, minden, a párom tudod, teljesen elhajolt, és ő lejött egy ilyen kis rövidgatyában, tehát hogy neki semmilyen meleg utca nem volt, és igazából akkor kezdett el nagyon fázni, amikor egy ilyen Armani kirakat elértük, hogy nagyon fázom, nagyon fázom, hosszú nagyrágot, drágám, gyereket akarok. A másik, ami szomorú, hogy rájöttem, ülünk lenne reggelin, és rájöttem, hogy a párom manipulálja a horoszkópomat. És 5 napja minden reggeli felolvassa a horoszkópomat, és mindegyikben ilyen van, hogy itt az ideje, hogy megállapodj. Igen. Lassan jöhet a gyerek. Igen. Ne felejtsd, a kaland nem igazi élmény, a szeretet a valódi kapcsolat, nem tudom. Tehát ilyen horoszkópokat hallok egy hete, mondom, add már ide, az oldalon nem volt ilyen, érted? Tehát, hogy manipulálja a jövőmet, de azért mondom, hogy nagyon szépen köszönöm nektek ezt a lehetőséget. És aki egyébként a bátyámat nem szereti, az is rőket, mert az meg ezért lejött, csak hogy ezt megnézzük, hogy tényleg nem lépünk föl. Igazából engednénk, tudod, hogy színpadra, tudom, hogy akkor még aludtál, nem aludtad azt a megszólást, mivel szakad az eső, hogy ez leginkább a te érdekedben marad el, mert ezt előadtuk már ugye 7:30-kor, ez a te esetedben a szakadó eső, amikor énekelsz, felér egy fulladásos halállal. De ezt mindjárt meghallgattatod a Best of Bajó. Szerintem ilyenkor ezt fel kell marketingelni, nem vagytok profik. Ilyenkor egy profi előadó mit mond, mennyien voltak 5000-en? Felsőadomot megkérdeztem annak itt, Sűrűsápon mennyien voltak, mondta 20000-en, mondom, Ádám, ne mondjad már, hogy lettek volna 20000-en? Hát 6000-en. Na mondom, az már reális. Szóval sokan. Na mondom, az úgy igen. Tehát én is, te mennyien voltak Fürdőn? 20000-en, 5000-en, sokan. Micsoda? Én már 8 okkal mondtam, hogy az első 1500 embernek ingyenes, és már csak 60 hely kiadó, mert zárjuk a kapukat, úgyhogy figyelj, itt azért volt marketing. Fantasztikusan föl van marketingelve. Legalább van valami dolgot Balatonon, vagy mész is vissza, persze? Idefelé jövett, kaptam egy hívást egyébként, hogy megkaphatnám a Bali szobáját, aki feltett, akkor nem annyira aludt lenni, és mondták, hogy mindenképpen menjek, mert van egy ilyen egy arany jacuzzi gyémántasztallal, gyémántból kihintve, nem tudom. Igen, kararai márvány szobabiciklivel, persze. Van egy betanított beluga, aki köszönti az ajtónál. De nem, én meg tudod, aki labdát pattogtatta a lobbiba, de hogy én találtam egy ilyen kis házi panzióba, találtam végül szállást egyébként egy középkategóriás családi autó áráért, mert egész Balatonfüred olyan szinten van lefoglalva, ahol annyira családias a hangulat, amikor lenn ültem, ott iszogattunk a lobbiba a párommal valami italt, majd odajött hozzám a tulaj, hogy ő most kiszaladna megpisiltetni a kutyát, addig mi felelünk a szállodáért. Hogy maradunk-e még egy 20 perc, és ott ültünk szorongva, hogy ki kell adni majd egy szobát, vagy valakinek lefőzni egy kapucsinót, tehát hogy ilyen teljesen családi élménybe volt részünk, úgyhogy köszönjük mindezt, köszönjük Balatonfüredet, köszönjük az élményt. Igen, hát Tibikén volt már ilyen. Rossz idő van, nincs ezzel van. Futottam már lukra életemben. Persze, figyelj, autóztál egyet, megnézted, milyen szép az eső. Elolvastuk a horoszkópomat. Megtudtad, hogy jó lenne megállapodni, igen. Úgyhogy igen, megnézzük, a délutáni koncertek egyébként még nem maradnak el, úgyhogy minden esélyünk megvan, hogy jó idő legyen. Ugye elvileg 5:30 Rúzsa Magda, aztán Vastag Csabi és Ergo 5:30-kor még Szikora Robi odavág egy nagyot. Úgyhogy azokat azért figyeljétek, már itt az információkat. Este nincs már hely. Már nincs, az a baj, nem tudunk már betolni. Nem akartam átkérdezkedni, de hogyha a Vastag Csabi jó arc elnyomja a Hello idegent, és akkor picit ott voltam én is, jó? Tehát ezt üzenem innen a Vastag Csabinek és a Posztobányi Andornak. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebes